Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en 6 óra múlt, pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és hát hideg van, egyébként mindenki készüljön, mert hogy hűvös az idő, annak ellenére, hogy jó idő lesz. Hello, Feri, hello, Jani! Hello! Drága hallgatók, innen gyorsan egy tapsal be! Ennyi! Gyorsan! És egy jó kis Green Day-jel indítottuk a napot. Így van. Jó volt, jól esett, jó. Hát igen. Vannak gyorsabb dalai is, igen. De én ezt is szeretem. Ez a régi, igazi régi Green Day, az eredeti, nem? Ez volt nekik a nagy kettőből, nagy amit ismerek. Az ott egyébként nem kevés jó albumot csináltak, köztük több Grammy-díjast is, úgyhogy azért oda tették magukat az évek során. Kuki. Igen, itt van a nadrágja. Ja, nem, Herkösz. Írtam be a jelszavamat, írtam. Aha. Valamiért sose fogadja el. A banki utalás is ez, mert akkor... Igen, csak azt hittem, hogy megint egy ilyen éles kritikával indítod a napot. Irányomba a kúki fej. Kúki fej. Szóval, ja, most jó. Itt vagyunk, gyerekek, hűvös van, hűvös, mindenki készüljön föl, jó? Mert csípős az idő, 2 fokot mutatott az én kis autóm. Minuszban vagy pluszban? Pluszban megjelent, hát megjelent a hópihe. Ez dőlés szög volt, vagy pedig hőmérséklet? Nem, ez a hőmérséklet, ott megjelent a hópihe jel, úgyhogy ilyenkor mindig vigyázok egy kicsit. Mert hópihe jel jelenik meg a műszerfalon, az én kicsi autóm szól, hogy vigyázzak. Ha hópihe. Aha, igen. De az nem zavar meg, hogy nem esik a hó? De nem lenne elég kiírni, így -2, +2, 0. Érted, mert akkor azt várod, ha ilyen okos autód van, nem, hogy havazik. Nem. Hát igen, de ez mit tudom, ez ezt nem várod, Feri. Nem, ezt kicsit sem várod. Csak vagyok elmaradva. Nem, az, ugye azt mutatja, hogy csúszik az út, mint az uzmara van, hideg van, nyárkás az út. Tehát hogy figyelj oda, neked, mint a te kis gazdának, ő jelez, hogy figyelj, kis gazdám, itt most baj lehet. És kis gazda pedig látja felvillanni a kis emblémát, és azt mondja, hogy köszönöm, kis autóm, akkor vigyázom. Én mennék az egy autó... ilyen okos kocsival, érted, ott hópihe van, hát mondom, akkor biztos esik. Figyelj, Feri, ez az autó, tudom, ahogy te is mondtad, ez egy okos autó, ez egy mozgó meteorológiai állomás, lehet, hogy éppen egy most, mit tudom, a Magastátra van benne beállítva, vagy Berdesgaden, vagy nem tudom. Jaj, az első jó pillanat a reggelemben, hogy az Ákos van reggel, komolyan. Igaz? Én is hallgatom ezt az éneklést. Hátra mentünk Annával, körbe táncoltuk, minden volt. Komolyan mondom, felüdülés. Tényleg felüdülés volt 3 nap után végre. Végre más hallani. Én is már alig találkozom, vagy alig várom, hogy találkozzak az igazgatóra. Ákosunk nagyon-nagyon. És apaként érted, otthon helytáll, itt helytáll, tényleg tök jó. Elképesztő, micsoda vitalitás, micsoda energiák. Mondtuk, hogy hiányzik, és jöjjön sűrűbb. Ne, ezt nevet komolyan, Ákos. Csak viccelünk ám egyébként. Hello, Ákos, jó reggel. Jó reggelt kívánok. És tudjátok, milyen jó érzés ismét beszélni 5 nap után, mert hogy otthon csak suttogunk. Ugye? Meg ügyögtök. Ne suttogjatok, ne suttogjatok, ne, kérlek, életetek egyik nagy hibáját követitek el. Nagyon rossz egyébként, gyűlölöm. De ne suttogjál, nem szabad. Hozzá fog. Te felébred a gyerek. Nem. De megszokja. Én megértem. Majd megszokja. Náluk is suttogás volt egy ideig, mert rájöttök. És ha hangosan mersz beszélni, vagy felveszed a telefonod, akkor a pokol tűzén fogsz elégni. Nem, és ne egyél ki, és ne telefonáljál, és milyen ember vagy, hogy te most itt mersz telefonálni. A gyerek átesik a holdponton, és felébred, akkor utána 3 órának vége. Igen, de hosszítával kell gondolkodnatok. Az van, hogy ha most suttogtok, és a gyerek hozzászokik ahhoz, hogy mindig akkor alszik, amikor csönd van, akkor utána nem lehet majd porszívozni, nem lehet tévét nézni, nem lehet semmit csinálni. Tényleg, ez az első számú hiba, hogy elkezded megváltoztatni az életedet, ugyanis a gyerek ehhez fog hozzászokni, soha nem fogsz belőle kijönni. Tökre, én viszont értelek, Ákos. Én ezt tanácsolom, hogy suttogjatok, és azt is elmondom, hogy miért, mert végre leteszed 3 óra üvöltés után, és alig várod, hogy aludjon 1 fél órát, és akkor nem akarsz hangosan beszélni, és megkockáztatni, hogy újra üvölt 3 órát, inkább suttogsz, csak legyen lerakva 1 órát. Különben ugye, ez a lélektől egy. És ilyen kettőkkel beszélünk, nem fogsz nekiállni porcivózni, úgyhogy tökre értem. Egyébként később meg fogja szokni az ajongtok. Tehát ha már le tudod rakni nyugodtan 3 hónaposan, más simán tudtok majd mellette mindent csinálni. De most még megy a ne telefonálj, menjél már ki. Kapucsengőt lekapcsoltad. Ja, a kapucsengőnk az meg olyan, mint a Gyorskocsi utcában, amikor nyílnak a cellaajtók. Egy ilyen, és akkor mindenki felébred. Az úgy kemény. Ez hát ez a kezdeti időszak. Hogy mi? Ja, a helyzet a Gyorskocsi utcában. Bocsánat. Tehát, hogy
kemény? Ez a dolgom. Nem kemény egyébként? Kemény? Nem vészes, hát ezeket a kis altatásokat leszámít, hogy igen, nagyon jó gyerek, azt csinálja, amit ilyenkor a gyerekek, tehát tudjátok, amik más is kizárólag játszik. Akkor, amikor levesszük a pelenkát, akkor arcon pisil, vagy engem, vagy klasszik, saját. Hát ez attól függ, mert áll a kuki. Ugye, fölfel akkor magát, ha előre, akkor téged. Igen. Ez szép, azt igen. Tudjátok, hogy lehet kapni arra ilyen kis... Arra ideig csak lefelé fog állni. Igen. Lehet kapni ilyen kis sapkát, amit ráteszel, igen. És akkor nem pisül le. Nem már. Most ilyenre vadászom. Én ilyet teszek föl, már hozok neked van otthon, én ilyet használok éjszakokére. És most már lusta vagyok. Arcom magad. Lusta vagyok kimenni vécére, és ezért felteszek ilyet. Úgyhogy ilyen van nekem is, hozok neked. Jó, oké. Simán. Csak még egy picit lötyögni fog a gyereken. Isten, mit akartam? De ismerve a saját méreteimet, hogy egy hónap is belenő, úgyhogy. Igazából olyan nagyon sokat nem kell változnia. Azt szoktam mondani, két gyerekre jó volt. Ennyi. Nem? Ennyi. Ja, Beni már kicsit kitágította, de... Na mindegy. Jó van. Te vagy most már egész héten? Én vagyok, igen. Na jó, van akkor. Elmormolok egy halki már. Jó, mondjuk az egész hét az két nap már, sajnos. Ja, tényleg, az is igaz. Gyerekek, hát... Jövő heti beosztást láthatnánk? Igen, én leszek jövő heti. Na, jó. Yes. Jó van, Ákos, készüljön. Nem, mint ha te. Igen. Na, szóval, hogy hideg van, hűvös van, készüljön mindenki, jó? Aztán majd mondják a meleget, meg hogy jó idő lesz, nem tudom mikor, de most augusztus. Egyelőre, még ha valaki elindul ilyen augusztusban biztos, akkor most még arra készüljön, hogy hát csipős. Ahogy szokták mondani, csipős. Csipős a reggel. Mi újság, kinek hogy telt a tegnap? Hát, srácok, valami... nagyon jól tartottunk egy vaktesztet, egy magyarokrém tesztet, és megint bebizonyosodott, hogy nem itt gyártják a legjobb minőséget, hanem tőlünk egy picit nyugatabbra. Abban a szerencsés helyzetben volt részünk, hogy kaptunk többfélét ugyanabból a termékből, ugye a leghíresebb magyarokrémről van itt ebben az esetben szó, és hogy ismerősök voltak kint külföldön, és én mindig szoktam kérni, hogy ha kint vannak, bárki bárhol, akkor nézzék meg, hogy ott milyen van, és hogyha helyi gyártású ez a magyarokrém, akkor hozzanak belőle egy picit. Tehát, hogy nem kell ízét, jó hosszat nem kell az belőle. Literes. Jó, de nyilván nem küldjük vissza. Igen, mert van, amikor külföldön is állsz, hogy ugyanúgy gyártják, mint a magyar. És akkor nem éri meghozni. Nem. Néhány szomszédos országban ugyanúgy gyártják, vagy ugyan innen exportálják kifelé. Igen. Pontosan, igen, nálunk általában csak meg a lengyel vonal szokott menni, de hogyha ha Osztrákiában van valamelyik ismerősünk, vagy Németországban, vagy ne adj Isten Olaszországban, ugye, ahonnan az egész így származik, akkor onnan is kérünk egyet. És hát most egy négyes kontingens összejött, és tartottunk egy vaktesztet. És akkor mind a négyet lecsavarod, leragasztod a címkét, hogy ne tudd, hogy melyik honnan bekötött jött. Bekötött szemmel, és az egész család végig kóstolja. És mind a három végig. Papíron. Így van. Azért mellettetek sem megy el az élet, azt gondolom, hogy ültök ott hárman lekötött szemmel, és x-szerítek a magyarokrémeket. Tehát azért nem szeretünk ilyen dolgokat csinálni. Ebben azért van kaland. Szerintem ez is egyfajta egy kis családi tevékenység, összehozza a családot egyébként, egy közös nevező, és hát megint kiderült, hogy németek. Ezek tudnak. Hogy más esznek, mást kapnak? Gyerekek, ezt annyi helyen hallottuk, ezt tényleg érdemes lenne utána járni, hogy sokszor másról mondanak a kávéról, sokszor más mondanak a csokoládéról, sokszor mást mondanak bizonyos üdítőitalokról, magyarókrémekről, ez mindenből a rosszabbat kaphatjuk. És ez nem csak egy vízió, tehát ezt nem csak mi gondoljuk egyébként így. Most képzeljétek el, hogy nálunk az Ülő úton van egy ilyen kis csemege. És ott általában német termékeket szoktak árulni, és oda beszoktunk járogatni, és akkor inkább ott veszünk meg például ezt a magyarokrémet, de egyébként öblítőről, mosopóról ugyanezt tudom elmondani, hogy ott érdemesebb megvásárolni. Bemenjük, és mondja az eladó csaj, aki egyébként német, hát ilyen német-magyar házasságban élnek, és eredeti német, jön be, és akkor várjátok, ma valóra egy német, nem az osztrákot tudom oda akkor. A magyarokrémből. Ő is azt mondja, hogy a németet kell vinni. Nem, akkor az osztrákok jobbat tesznek, mint mi, viszont rosszabbat, mint a németek. A németek inkább jobbat tesznek, mint mi, és jobbat az osztrákoknál is. Az osztrákok viszont jobbat tesznek nálunk. Így van. Így van? Tehát ahogy megyünk keletebbre, egyre jobban, mit tesznek az ukránok? Igen, mondjuk szegények, ők most elpillanatosan semmit. Igen, vagy az oroszok például, tényleg. Tehát, hogy, de mi van, a más ízű mondjuk a magyaró, az nem lehet? Az, mert sok szolgáltató azzal magyarázza, vagy gyártó, hogy egész ezen az alapanyag más, tehát nem rosszabb, csak más ahonnan mi gyártjuk, mint mondjuk magyaró, és más a német magyaró, mert többet süt a nap, máshonnan szerzik be, tehát hogy máshonnan importálják. A minősége is más lehet. Azt vettük észre, hogy például a német az csokoládésabb, vagy kakaósabb, fogalmazunk inkább így. Tehát lehet, hogy nekik mondjuk tényleg jobb a kakaó, nem? Bár a kakaót mondjuk mi is a lengyel gyár is, meg a német gyár is innen-onnan szerezheti, tehát az olyan sok országban nincsen. Tudod, mire gondolok? Hogy adalékanyagozzák a németet.
mesterséges igen? aroma van benne. Az lehet. Hogy jobban ízléljen az embereknek, érted? Akkor rakjanak bele jó sokat. Tele van szeméttel az egész. Én az öblítőről hallottam nagyon sokszor, hogy ami ide jön, az mennyivel rosszabbul most egy-két helyen, nyilván nem minden gyártó minden öblítője, de hogy sok olyan van, ahol Osztrákiában sokkal jobb a minőség. Mert hogy itt higítják, belekevernek, stb. Azt, hogy ez ilyen városi legenda, vagy nem, meg hogy jobb az illata, meg hogy sűrűbb az, amit te kint veszel, tehát azok a magyarok, akik járnak át, mondjuk Sopronból, nem tudom, ők vesznek sok minden ilyet. És azt mondják, hogy egészen más. Az illatfaktor, az állag, ugyanannak a márkának, ugyanannak az öblítője. Teljesen. De hogy akkor ez mit feltételez, hogy van egy magyar felöntőgyár valahol, ahol a demizsonokból a higító vagy? Tehát, hogy olyan szokta, fura, de hogy lehet tényleg silányabb, nem tudom. Sokszor szoktak arra hivatkozni, hogy mások az igények, és hogyha ők felmérték ezeket az igényeket, és az alapján állították össze mondjuk annak a bizonyos terméknek az összetételét, de most pár évvel ezelőtt volt az, hogy egy prémium minőségű mosóport bevizsgáltak, és kiderült, hogy papírgranulátommal van a térfogat megdobva. De ezt én mondtam nektek már nagyon régen. Igen, de nem, az oké, hogy papírt mondtad. Darálnak az, bele. Csak, hogy ezt a terméket ugyanúgy lehetett kapni egyébként. Természetesen Európa minden pontján, igen. De ott nem volt benne. Nem tudod, hogy miért szöszösödik a ruha, és ezt megállapították, kiderült, hogy vannak bizonyos mosóporok, amihez Magyarországon darált papír darabokat adnak hozzá, és ennek a gyárnak az udvarában lehet látni bálában, ahogy ezek állnak. Ezeket egészen apró szemcsére ledarálják, azzal ugye felütik, növelnek a tömegét. Viszont nem tudod, hogy miért bolyhos, miért szöszös a ruha. Az a papír miatt van, amit beledarálnak. Óriás. Ezt be is bizonyították, ebből ügy volt, most azóta csinálják, hogy nem tudom nyilván. De ez úgy volt ez a felmérés, hogy magyarok igénytelenek, nem kell olyan tiszta ruha, mert azt mondtad, hogy igényfelmérés történt. Az élelmiszeripari cégek szoktak erre hivatkozni általában, hogy mások az igények, és úgy állítják össze. Hogy mit tudom én, érted, hogy a dánoknál többen a bálnavér, vagy mit tudom, mert hogy ők ezt igénylik, vagy... Jobban ki kell vigyázni. Igen, ez egy érdekes dolog, igen. És ugyanazon a csokiról, a kávéról, tehát ezt nagyon sok helyen hallani, sokféle élelmiszerről, hogy mi mindig a silányabbat, a gyatrábbat kapjuk. Igen. Aztán ezt mindig az összes gyártó cáfolja, mindig, ugye azt mondja, hogy ez nem igaz, de valahogy tényleg sokszor bebizonyosodik, hogy nem mindig stimmel. Vagy nem mindegyik terméknél. Tehát nyilván nem lehet általánosítani. Vagy nem mindegyik terméknél, igen. De mondom, konkrétan a magyarok rémnél egyértelműen tetten érhető ez, hogy mondjuk a lengyel termék az nem ugyanolyan minőségű, vagy nem olyan ízű, mondjuk inkább így, hogy biztos a minőség az nyilván ugyanaz, ugyanolyan krémes, de az íze az nem ugyanaz, mint a németé. Ez egészen biztos. Mondjuk el is rejtitek a magyarok rémet a lakásban, meg kell találni bekötött szemmel? Tehát van egy ilyen erre csörög a dió, vagy csak ültök az asztalnál, vagy van egy ilyen mit tudom, ott mész, és akkor keresed, neki mész. Azt mondjuk, hogy amikor kérdezi a virág, hogy elfogyott. Sajnos már nincs benne, de hát 800 grammos volt. Apa, 4 órája ülök itt, mikor jutok sorra, tudod, ti meg már lezuhanyoztatok, már fönt ízé nézitek a sorozatot, nem tudom, meg lentül bekötött szemmel az asztalnál, és apa, én mikor kóstolok? A gyerek nagyon fineszes ebből a szempontból, mindig azt szoktam mondani, hogy szóljunk neki, amikor abba kell hagynia. Már mit? A magyarok krémevést. Ja. Szóljunk neki. Érted, és közben molyogatsz a lakásba, készülsz a honlapra, készítesz a cuccot, mosol, vasalsz, takarítasz, akármi, és akkor így hirtelen szóltál a virágnak, nem szóltál, virág! De akkor már késő. És már nincsen benne semmi. Tehát ő azt mondja, hogy akkor szóljatok, amikor úgy érzitek, hogy nekem abba kell hagyni. Rögtön az elején elkezdted mondani. Már, igen, már 5 perc eszem. Azért van édességtűrő faktorotok, komolyan mondom. Tehát aminél szerintem nincs töményebb, ez a magyarokrém, nem? Tehát én beledugom a kis ujjamat, belenyalok, keresztbe áll a szemem, cukorkómában leszek, lebénul a fél arcom, és nem tudok létezni 3 napig. Ti meg ezeket a 4-5 fajta termékeket körbe kóstoljátok. Ha egy kanállal meg kéne ebből lennem, én szerintem ilyen napokig nem ennék. Nagyon jó, tehát pedig. Egy nagyon finom, de olyan, olyan tömény, hogy abban 4-et végig kóstoljak, tehát 26-osra ugrana a cukrom, beállna a szám, és nem bírnék enni. Meg ezeket eszitek, vagy kóstoljátok körbe. Én soha nem értettem azokat a reklámokat, tudod, amikor, jó, mondjuk ez szerintem ez egy konkrétan egy magyar termékre vonatkozik, de ez a süteménybe is tölthetik, meg kenyérre is kenhetik. Hagyjál már! A kenyérre kenni, hát, de hol az el se jut a kenyérig. A magyarok krém nálunk. Hogy meg a kenyér hízlal, ugye? A magyarok krém meg nem. A gyerekkoromban, tínédzser éveim elején mondjuk, amikor találkoztam például egy ilyen német kakaóporral, eszembe nem jutott volna belekeverni tejbe. Vízhez adtad a kakaóport? Nem, hát vízhez adtad. Sián, te hogy semmi. Mi is volt vízünk? De azért vizetek volna. Jani, azt tejbe kell tenni, mondd, és egy kurasban ögybölted. Jani, basszus, azt tejbe rakjátok, ne vízbe. Etted a kakaóport magában? Simán ette magába. Ja, de a cukrozottat.
Azt hát. Ne, majd nem az aranypakol, és így borzana. Érted, és mint egy ilyen túlélet pöffetek. Eregettem a füstöt, de most komolyan, tényleg, tőlem megkérdezte valaki, hogy egy kérsz pár kakaót, Jani, akkor csalódott voltam, amikor odaadták azt a hogy tudják, érted, lögyből. Azt hitted, a kakaohalmaz állapot a szilárd, nem érted a folyékonyat. Mondtad, hogy téged ne verjenek át, ez nem kakaó, és kijöntötted. Mi ez? Mondtad, hogy mi ez? Mi ez a teljesen felhígított... Nem mosakodni akarok, hanem zabálni két mofára kakaó. Ez a teljesen felhígított fura lé egyébként. Imádtam. Hát ez érdekes. Az a baj, hogy ennek mindig utána járhatnánk, meg többször elhatároztuk, csak nézzük meg, hogy lehet ennek utána járni. Felhívjuk valamelyik termékgyártóját, és azt mondjuk, hogy igaz, hogy Magyarországra rosszabb minőséget adtok? Kedves Balázs, nagyon jó a kérdés, igaz. Igen. Ugye, tehát, hogy mit mondjon a forgalmazó, vagy pontosabban a gyártó, nem tud mit mondani, mert soha a büdös életben nem fogja elmondani. Meg lehet csinálni egy tesztel, hogy két darab csoki Németországban, Magyarországon, két darab kakópor, de nincs olyan gyártó, aki elmondaná ezt nekünk, bármennyire is kíváncsiak vagyunk, hogy igen, olcsóbban tudjuk adni, ezért a minőség is egy kicsit silányabb, mert ha német áron adnánk el azt a nem tudom milyen krémet, nem venné meg senki, ezért vagy rosszabb a minőség, és ezáltal olcsóbban adjuk, vagy nem tudjuk eladni. Na, ezt nem fogja nekünk senki elmondani, mert lavinát indítana el, nem? Úgy kell kivédeni, hogy őket kell meghívni vaktesztre. Tehát, mert ők ravaszak, ők bemondják azt, hogy a magyar a finomabb csokiból, vagy bármiből. Ugyanúgy csináljuk meg vele a vaktesztet, ide a marketingessel, és utána, amikor majd ő mondja rá, hogy tényleg az a jobb, akkor onnantól kezdve nem lehet kihátrálni. Igen, érdemes lenne egyszer tényleg ezt kipróbálni. Csak nem tudom, hogy ki az, aki ezt bevállalná nekünk, és egyszer elmondaná, talán egy olyan dolgozó, aki már nem dolgozik ott. Igen. Igen. Hát ha nem vágták ki a nyelvét. De írni biztos tud, aki a csonkokkal, amikről levágták az ujjakat. Ez olasz ez a sztori egyébként, nem? Amit te tökörbe hoztol. Tehát az eredete az most olasz. Most hunyt el, nem igen, olyan sajnos. Régi, az alapító, az atya. Aki kitalálta. És azt mondta, hogy a magyaroknak kevesebbet. Ez volt a... Tehát ez, ja, volt, ez volt a sír felirat, vagy a búcsú szöveg. Után minket? Vagy miért kellett nekünk? Miért kellett nekünk más? Ez egy fantasztikus vállalkozás egyébként, mert ugye egy családi vállalkozásról van szó, és többször próbálták már őket felvásárolni, és nem mentek bele. Tehát, hogy ők azok kevesek közé tartoznak, akik még mindig nem multik. Az egy kis családi vállalkozás, ráadásul ugye a nyilvánosság kizárásával élik az életüket, nagyon keveset lehetett róluk tudni, és hát ugye azért ott a igen, lehet, hogy egyébként alapanyagban van különbség, hogy ők Olaszországban napsütöttem magyaróval, itt meg mit tudom én, az export, import, nem tudom milyen, nem tudom, holland magyarót teszel, nem? Vagy mirelit fóliás magyarót. Tehát lehet, hogy egy ilyen faktor is benne van azért, hogy nem ugyanonnan hozzák a dolgokat. Hát fene se tudja, nem tudom. Mennyit tettetek meg? 4 bödön, 8 bödön? Mi lett az este vége? Nem számoljuk. Az olyan snapsz. Nagyjából hol hagytátok abba, hogy 16 bödön fogyott el, és te ültél, mint gombóc Artúr egy ilyen Bocs, de ez nem egy matek óra, érted? Nem számolgatok. Ez hedonizmus. Látlak benneteket, hogy fekszetek a parkettán hárman, tudod, én nagy kanállal egy üres bödön. Egy kis vizet, egy kis vizet, és egy 4 felborult bödön ott mellettetek. És egyszerre megyünk ki vízért a konyhába, nehogy valamelyikünk még egyen belőle sikába. Vízet akarok, én persze vízet hagyja. Igen, ez kemény. Nagy fét is nálunk ez. Na jól van. Oké, kezdjük el akkor a ma reggelt. Jó, hogy állunk játékkal? 3-0, ez a hét a miénk. 3-0. Mm-hmm. Hát gyerekek, hát nem is kell már megkérdeznem. Egyszer csak azt kérdezem, hogy mennyire. Jó? Ezentúl ez a kérdés, hogy mennyire. És akkor mondjátok, hogy nagyon. Ha valaki még szeretne kapni a popsijára, és úgy érzi, hogy egy picit bele tudunk rontani a csütörtök reggelébe, írjon nekünk nyugodtan SMS-t. És akkor is, ha játszani akar. Így van. Tessék nyugodtan arcoskodni, nem utána szemrehányni, hogy jaj, mert megint milyen játékost választottunk. Most kell írni. Most dől el, hogy kivel játszunk. Jó, úgyhogy lehet írni nekünk SMS-t, ha valaki játszana velünk. Mi pedig jövünk Ákos hírei után, 7:30 múlt, pontosan 3 perccel. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk már, folytatjuk is, mert sokat beszéltünk a hírek előtt, úgyhogy folytatjuk is a reggelt. Gyorsan egy-két SMS mit írnak koránkelő hallgatóink. Azt mondja, hogy tegnap volt egy tök jó szám, 8:30 körül, mondjátok meg a címét, jó? Aha. Mondjuk szerintem ez az volt, ami mindannyiunknak nagyon igen tetszett, egy jó hangulatú szám, ez a Zsül megkeresi, ez az a betűs. Ha? Nem az Avenue, hanem valami volt, mert mindig megnek. Leadjuk ma is, és akkor meg tudjátok hallgatni. Énként tényleg jó szem. Azt nem. Azt mondja, hogy na nézzük, elpopsizlak benneteket, írja egy hallgató, rendben van, most közlekedést keressünk, igen. Aha. Owner. The owner, igen. Avner, igen. Azt mondja, hogy
Van a kislányom 7 éves iskolából hazaérve, állandó kérdés kapok. Ma magyaró krémet megértünk, Jani. Szép napot küldte nekünk Zsolt. Na aztán van egy közlekedési hírünk. Budai alsórakparton már most egy kicsit lassabban lehet haladni. Mindenki vigyázzon és menjen óvatosan. Imádlak benneteket, puszi, Liza. Már most, gyerekek, dugó van a Budai alsórakparton. Korán kezdik. Igen. Azt írja nekünk egy hallgató, hogy az igényeket szabják másra, visszatérve még arra, amiben beszélgettünk. Volt egy jó SMS, bejelöltem, csak elvesztettem, hogy például azért csokoládésabb a németeknél, mert ott azt szeretik, illetve azért magyarosabb az olaszoknál, mert ott viszont az az ízlés, tehát az egyéni ízlés, vagy az ország ízlése is változik. És több a kakaó... ezt mondtam, hogy igen. Ugye a receptúrát megváltoztatják a helyi igények megfelelően. Ír egy valaki, aki ott dolgozik. Akkor te olasz vagy. Uh-huh. Rájöttem, igen. Mert az ottani igényeket szereted, vagy német, mert az ottanit is. Az itteni igényeket én reprezentálom. Engem megkérdezett valaki. Senki. De most komolyan, tehát, hogy ilyenkor megnézik azt, hogy mondjuk magyaróból, vagy csokoládéból, vagy kakóból mennyi fogy el abban az országban, és akkor ennek tudják, megfelelően... Hogy, igen, szerintem tudják, hogy édesebb, hát ahány hely annyi féleképpen iszák mondjuk a kávét. Tudják, hogy a németek azok jóval mondjuk a krémesebb, csokoládésabb dolgokat keveri, szeretik, akkor azt keverik hozzá az olaszok. Lehet, hogy mondjuk magyarósabban eszik, mert ott az az ízlés, az olyan a szájuk íze, akkor ott magyarósabbra csinálják. De nyilván van különbség egyébként desszert és desszert között is, hogy milyen az adott ország ízlése. Aha. Van, akik a nagyon gel dolgokat szeretik, van, ahol kicsit jobban rámennek, a fűszerezéssel, vagy az ízesítéssel, tehát ezek között is biztos van térségekben változás. Uh-huh. Igen. Jó, engem nem kérdeztek, de ha valaki esetleg hallgat most minket olyan, akit kérdeznek, vagy a jövőben kérdezni fognak, akkor mondja azt, hogy nekünk jól német. De változtassanak, igen, úgy jó. Van nekem az ízlése, mint a müncheniek. Igen, na jött még egy-két SMS, mert hogy vannak olyan hallgatóink, akik multiknál dolgoztak, és el tudják mondani, hogy mi az oka annak, hogy miért más itt egy-két dolog, mint külföldön. Ezekre az SMS-ekre még hét után visszatérünk. Most viszont játszunk, mert hogy itt van a játékosunk, a hét utolsó előtti játékosa jön már is hozzánk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Nem úgy van az, majd én szeretnék a végén nevetni. Jaj, de szeretem, ha valaki ilyen, én azt annyira imádom. Hello, Edith, jó reggel. Kapsefek, sziasztok, az nekem fog szólni. Igen? Be van készítve. Figyelj, Edith, be van készítve, ha megnyered, olyan tapsot kapsz, hogy leteszed a hajadat, tényleg. Oké, rendben, megegyeztünk. Bepisílsz a gyönyörűségtől, ezt ígérem neked, hogy. Azt remélem, mert dolgozom, vagy remélem, hogy nem. Ja, azt nagyon remélem, azt remélem, mert 4 napja nem tudtam pisilni. Aj, Edith, jó kedved van, ennek örülünk. Honnan hívtál minket? Igen, Mádról hívtalak benneteket. Mád? Mád, igen. Mád. Hát, Borsodokból is nem például megye, igen, nagyon szép hely. Aha. Gyönyörűen fejlődik már idegenforgalom szempontból is, úgyhogy gyertek erre. Nagyon szép. Szálltok meg bennünket. Olyan hívogató a neve, Mád. Jól hangzik. Tobály mellett van, nem messze. Kivel szeretné játszani? Én Janival szeretnék el. Jaj, de aranyos vagy. Ez a beszéd. Na, mivel foglalkozol? Én gazdasági ügyintéző vagyok. Gazdasági ügyintéző. Mondjad, mit akartál, bocsánat? Hát nem, hogy Jani, kérdezzem. Ja, hogy még el is döntött, hogy mit csináljon a Jani játékon belül. Hát ez bízunk Janira, hagyjátszom úgy, ahogy akar, de valószínű fog, mert a János egy ilyen, hogy ő ha akcióba lendül, akkor kérdez. Oké, okay, hát ez jó, oké. Okay. Jól van, nagyon elszánt vagy, ez tetszik. Jani? Igen. Meg vagy? Aha. Akkor 3-2-1 és tessék. Jaj! Köszönöm szépen! Na, fönn is vagyok már a honlapotokon. Igen? Na. Jó, hát ez nagyon szép játék volt, Edith. Az első mondaszó szabad az volt, hogy fönn vagy a honlapon. Igen? Hallod ezt a tapsot, Edith? Ez nem neked szól. Hallod. Ez sem. Edith, hát akkora lendület volt benned, mi van? Mi történt? Ember a homlap, az teljesen elvitte az, hogy a másik. Hát ez a homlap, te! A homlap az ilyen. Úgy elviszi. Én a múltkor mentem az utcán, jött egy homlap. Edith. Na hát, így jár. Hát, betárasztam itt a... Betárasztam itt a látnivalókból, figyelj, nagyon jó honlapotokon, és nagyon izgalmasnak tűnik egyébként a város. Nagyon jó, gyönyörű. Teniszpályáznak kezdve mindenünk van. Hallod? Megvettetek ott a helyem. Na, akkor meg vagyok.
Jaj, Edith, van valami oka, hogy ennyire jókedvű vagy? Én szeretem az ilyen jókedvű hallgatókat. Én ilyen típusú vagyok. Tényleg? Igen. Minden nap kéne beszélnünk akkor. Oké. Minden napunk meg lenne. Rendben van. Bírom, ha valaki jó ízűen tud nevetni. Tehát az emberek ettől egyszer jobb kedve lesz, hogy valaki ennyire jókedvű. Egyre ritkábban találkozunk ilyen felszabadult hallgatókkal. Hát, köszönöm szépen. A férjem is ezt mondja, úgyhogy... Igen? Igen. Kínjában? Hát valamikor igen, de... Mármikor otthon van? Mármikor hazakeveredik, igen. Azt mondtam, hogy az évelejétől én vagyok a Dóraháznál, úgyhogy most egy kicsikét... Hát én ahogy hallom, mióta összeházasodtatok, azóta te vagy, de... Csak korábban nem mondtam. Igen, nem volt a megegyezés mögötte. Gyerekek már kirepültek? Hát egy 26 éves, meg egy 22 éves lányom van. Meg egy 4 éves unokám, úgyhogy... Már unoka is van? Igen, bizony. Tényleg? Az idősebb lány unokája vagy a fiatalabb? 26 éves, igen. 26 éves. 22 éves elő már szült egy gyereket? Igen. Az kemény. Mai világban ritka, igen. Igen, tehát, hát ma már azért a lányokat. Igen, de nagyon örülünk és nagyon szeretjük, úgyhogy... Nagyon helyes. Na jól van. Figyelj, Edith, hát elbúcsúzunk. Köszönöm szépen még egyszer. Köszi a játékot. Én is köszönöm. Sziasztok, további jó sok sikert nektek. Hello. Köszönjük, hello. 4-0. Király vagy, Jani. Figyelj, az a kérdés, ahogy ezt oda tetted. Figyelj, alatt csiszolgattam heteken keresztül. Most ez életed játéka volt. Egy kérdés is vége. Felállítottál egy új rekordot, de egyébként tényleg. A legelszántabbak mindig a legnagyobb bedurantók, nem? Akik nagyon nagy lendülettel jönnek. Ezt már észrevettem, hogy nagyon jó kedvű, nagyon nagy lendületük, azonnal kimondják általában. Na, folyamatosan jönnek még az SMS-ek olyan beszállítóktól, hallgatóktól, akik tudják, hogy miért rosszabb a magyar minőség, konzervgyárban dolgozom, beszállítunk, hogy más a minőség, magyar piacra gyártott termékekről tudnék mesélni, Ati küldte nekünk. Úgyhogy aki érintett a témában írjon SMS-t, erre még visszatérünk. De van más témánk is, ezzel folytatjuk majd a hírek után. Talán sokan látták már azt az interneten bejárt fotót, amikor is egy repülő harkály hátán utazik egy menyét. Rengeteg mém készült belőle, a fotó egyébként zseniális. Ha nem hamisítvány, felhívjuk majd a mi drága természetfotósunkat, Máté Bencét, aki ugye itt volt vendég, és elmondja, hogy hamisítványa a fotó, illetve ha nem, mert hogy valószínű nem, akkor beszélgetünk majd arról, hogy a természetfotósok szoktak-e hamisítani, és milyen eszközök vannak az ő kezükben. Hogyan lehetett menyétet rakni a harkályra? És honnan tudom, hogy például egy ilyen zöld különök a hátán látom lovagol egy Semjén Zsoltot, hogy az nem igazi. Egyébként igen, nagyon jó mémek vannak. Úgyhogy kétfajta rövidebb témával folytatjuk. Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánom minden Morning Show hallgatónak. Hello, itt vagyunk, hideg van, készüljetek, öltözzetek, fenyegettek ezzel a hidegfronttal, megjönni látszik a dolog. Mert hogy tényleg hűvösebb a reggel, mint amilyen szokott lenni, plusz 2, van ahol mínusz 2, mínusz 3 is, hétvégére már egyébként melegedik majd az idő, de most hideget mondanak, úgyhogy mindenki öltözön, aki készül indulni. M3-as 82-es kilométerénél az ÖMFA kútnál trafi, a rendőrautóból szemből a leálló sávban, 24 órás futár Pisti, ma reggel is elküldte nekünk az ő kis közlekedési hírét, köszönjük szépen! Aztán, meddig akartok még fizetett statisztákkal játszani, fekete-fehér, igen, nemet, kérdezi Richelieu. Van, ahol fizetett statiszták nyilatkoznak, októberben is most, egymás után kétszer, de azok nem mi vagyunk egyébként. Nem. De megragadám az lehetőséget, hogy elmondjam, hogy nagyon-nagyon szeretem a máli rokonainkat, és hogy találkozunk. Igen, de ezek viszed a bögnőt, nem mi vagyunk. Nem nyert meg. Igen, gyerekek, ha egy játékos, egyébként igen, sokszor, akkor térjünk ki erre egy mondatra, hogy sokszor ér bennünket ez a vált, hogy miért ilyen játékosokat választunk. Az, hogy miért ilyen játékost választunk, az játékban derül ki. Tehát ír nekünk valaki egy arcoskodó SMS-t, fölhívjuk, aztán elveszti 3 másodperc alatt, hát nem játszunk vele előjátékot, hogy azt mondhassátok, hogy mi gyenge játékos teszünk adásba. Anna se castingolja. Írtál, arcoskodtál, szeretnél játszani? Igen. Oké, honnan hívtál? Elérhető vagy? Igen. Anna visszahívja. Majd bedurant mondjuk egy nemet, és utána megfeszítenek bennünket, hogy na persze, megint ilyen játékos. Mondjátok meg nekem, hogy hogy tudnánk azt megnézni előre? Aki egyébként kedves, nagyokat nevet, szimpatikus, igen, kimenné minden szünetbe, és játszanál gyorsan egy próbajátékot, igen. Feri, ma te vagy a próbajátékos. Zsül, kimegy ő egy tesztjátékot, lenyom, és igen. Ha megveri Zsült, akkor jöhet.
Tehát higgyetek el, nem arról van szó, tényleg, ha mindig idősek gyerekek lennének, akkor értelemszerűen arról lenne, hogy kicsit csalunk, de nem tudjuk, hogy az adott játékos, aki egyébként 160 karakterben úgy tesz bennünket helyre, hogy azért hívjuk vissza, hogy Jézus Mária mennyire szemtelen. Utána általában a legnagyobb arcoskodásból van mindig a legnagyobb igenem bedurrantás azonnal. Mm-hmm. Tehát nem tudjuk előre, hogy milyen, és ma is írták sokan, hogy na persze, hát nem erre ilyen játékos. Honnan tudnánk előre, hogy milyen az a játékos? Nem, ezen nem, a héten tudjuk. Már nem is volt rá szükségünk, mert meg volt a 3 igen. pont, érted? Tehát, hogy 3-0, akkor na, de az mire a hét már miért. Tehát hogy tudnál gyenge játékost választani? Nem tudsz. Hogy? Tehát nincs is. De hogyha érted, tehát most az ő fejükkel gondolkozom. Akkor vigyék ezt már. Jó, de hogyha egyébként a játékos túl lassú, meg túlságosan hűvös, meg túlságosan távolságtartó, akkor az a gond. Most az volt a gond, hogy iszonyatos lendületben volt, túlpörgött, jó kedve volt. Tényleg higgyetek, hogy nem tudjuk, hogy ki milyen játékos. Általában olyat hív vissza annak, aki nagyon arcoskodik, mert abban bízunk, hogyha nagyszájú SMS-ben, akkor nagyszájú a játékban is. Ma nagyon helyes volt egyébként szerintem a mi játékosunk, Edith, nagyon cuki volt, és azonnal egy akkora igen mondott, hogy a fejünk leszakadt, nem? Pedig nem gondoltuk volna, és az SMS-e is arról szólt, hogy most aztán nagyon csúnyán el leszünk popsizva. És kiderült, hogy hát ez így ebben a formában nem igaz. Szóval na ennyit a játékról, de higgyetek-e, tényleg nem tudjuk előre, hogy ki milyen játékos. 8-as úton Tüskevár területén van egy trafi, miközben Veszprém haladókat mérik ezt Pali. Küldte nekünk, Pali drága vagy, köszönjük szépen. És akkor gyorsan egy-két termékes SMS, mert ugye Jani felvetette, ami már egy nagy közhely nálunk, de tényleg jogos, hogy ugye vannak termékek, amik finomabbak. Ezt mi már sokszor nyomoztuk, sokszor beszéltünk róla, megpróbáltunk gyártókat megszólaltatni, soha senki nem nyilatkozott és ismerte el nekünk, hogy igen, gyerekek, amit ti esztek, az sokkal rosszabb, mint amit a németek esznek. Jók vagytok, prolik vagytok, jó az nektek. Ugye? Mondaná ezt egyszer egy termékgyártója, soha nem mondta senki. Mert a Janiék mogyorókrémeket kóstoltak. Igen, egy vaktesztet tartottak, ami nálunk egy viszonylag rendszeres dolog, csak most mondjuk így beszéltem is róla, ugye összejött az, hogy mondjuk 4 különböző ugyanattól a gyártótól ugyanazt a terméket, de 4 különböző helyről be tudtunk szerezni. Szoktál olyat csinálni, hogyha ez nem sikerül, akkor két magyart veszel, és az nem is az egyiket átírod, hogy német, hasonlítsuk már össze, gyerekek. Ne, figyelj, nem lehet. Amikor 3 ember mondja az asztalnál ugyanarra a termékre, hogy ez a legjobb, akkor azért ott nincs miről beszélni. Igen, mondjuk, igen, szóval azért ez ugyanakkor egy szubjektív dolog, tehát az ízlés, az szerintem úgy lehet legjobb, hogy a tiszátok íze szerint. Ami objektív lehet, az egy mosópor, ami mindenki szeme láttára ugyanúgy most. Az, hogy mi a legjobb neked egy tiramisuban, vagy nekem, vagy ez ki... Ez ízlés kérdése. Tehát az ízlés kérdése szerintem azért az egy elég szubjektív dolog, hogy nektek ez a fajta ízesítés a legjobb. Az olaszoknak ez, azoknak az. Tehát amikor az összetevőjében tényleg más, vagy láthatóan mondjuk a mosópor papírral van, vagy máshogy higgy, vagy máshogy most, akkor az egy objektív dolog. Fogalmazunk tisztán és értetően, tehát az, amit nektek Magyarországon lehet kapni, az a termék nekem nagyon ízlik, de az ízlésemhez, a szájízemhez közelebb áll az, amit a németek esznek. Ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, más. Más, így van. A magyar, az a baj, hogy csak találgatások vannak SMS-ben, és a magyar kalocsai paprikához én hordom az alapanyagot spanyolból. Nem mindenki. Valaki. Hát ez szerintem azért ez igen. Tehát, ez pont az, amit nem hiszek. Igény, szerint ezt egyébként én sem hiszem el. Olaszból hoztam aromákat egy nagy céghez, írja egy hallgató, de nincsenek igazából konkrétumok. Buszosa, te azt írja, a magyar piacra gyártott termékek gyengébb minőségűek. Hát ez azért így nem tudjuk elfogadni. Tehát ehhez nekünk tények kell lennének, az, hogy valaki ezt alátámassza, elmondja az összetevőket, és valóban indokolja. Az, hogy olcsóbbak és rosszabbak, mint Németországban, ezért ez így persze. Nyilván olcsóbbak, sokszor rosszabbak, de ez még nem bizonyít semmit. Konzervgyárban dolgozom, beszállítunk bizonyos multiknak, Magyarországon cukor helyett édesítőszer megy, és kínai gyümölcssűrítményből készül a lekvár, amit már egyszer felhasználtak. A nyugati piacra cukor és magyar gyümölcs megy bele, írja valaki, mindenféle bizonyíték nélkül. De hát beszállítok, én nem tudom, hogy lát bele a készítési folyamatokba, de lehet, hogy tudja, hogy mit szállít, és abból mi lesz. Olcsóbb az édesítőszer, mint a cukor, szerintem nem. Hát egyébként meg nem feltétlen olcsóbb, tehát hogy... Azért mondom, hogy nem hiszem, nem. Hogy édesítő igen, megy te. Bele a cukorhely. Olcsóbb? Szerintem olcsóbb. Mi egy kép a cukor? Egy komolyabb édesített kép a cukor, mely 200 forint. Nem, hogy hívjákról beszélünk, nem a prémium minőség édesítőszerről, hanem amit mondjuk ipari mennyiségben használnak, meg tudod venni, és 1000 darab van egyben. Hát azért nyilván itt is vannak a prémium kategóriák, aha. Hát ez gyakorlatilag egy mesterséges dolog, ez sokkal könnyebb előállt, pont azért találtak ki, mert nagy mennyiségben elő lehet állítani. Jó, igen, próbáltunk ennek sokszor tényleg utána járni, higgyetek el, nem tudunk többet a dologból kihozni, mert nem nyilatkozik nekünk senki. Mosóporban viszont azt meg lehet csinálni, hogy ugyanazt a terméket, amit itt is megvetünk, megveszük, vagy megvetetjük mondjuk Németország, vagy Ausztriában, én egyébként
ebből a boltból is meg tudom szerezni, és két fehér pólót mondjuk ugyanúgy ketchuppel, vagy ugyanúgy mustárral, vagy ugyanúgy vörösborral szépen megáztatunk, de tényleg csak egyetlen folt. A bolt azért ne üntsük ki. Ugyanaz a fok, ugyanaz a hőfok, ugyanaz a fordulatszám, ugyanaz a program, érted? És megnézzük, hogy mi hozzá kiválunk. Feliratlatsz, jövő szerda, jó? Megcsináljuk. A nagy mosópor teszt, egy német és egy magyar, ugyanazzal a ketchuppel, ugyanazzal a pólóval, ugyanazzal a vízzel. Nem? Te minden, de abszolút. Abszolút jó teszt, megnézzük, hogy mit tudunk belőle kihozni. Jó, jövő szerdán akkor 9 óra után ezt teszteljük. Na, már viszont... mi az új téma, amit hozol ebben az órában? Értünk a szóból. Illetve a nyerítésből. Ezt lezártuk, és megyünk tovább. Tegnap vagy tegnap előtt egy nagyon helyes fotó járta be az internetet. Szerintem nagyon cuki a dolog. Sokan találgatták, hogy hamisítvány, mém, vagy éppen igaz. Egy harkály hátán utazó menyét. Én nem olvastam el a cikket alatta, csak nézegettem a fotót egy ideig, megmutattam a Beninek, imádta. Két napig harkályos és menyétes videókat kellett neki lejátszani. Ráadásul hétvégén pont láttunk egy harkályt élőben, tehát teljes volt az öröm. Láttátok a fotót, ugye nyilván ti is. Hogy a francba kerül, találgatják már a harkály hátára a menyét. Ki az okosabb a harkály, hogy elvitetti, vagy elviszi a menyét, vagy a menyét, hogy viszi a harkályt. Nem tudom, de a fotó jó. És állítólag nem hamisítvány. Nem. Nem hamisítvány. Nekem, amikor először megláttam ezt a fotót, ez jutott az eszembe, hogy mennyire fantasztikus dolog, hogy nem csak az embereknél, hanem az állatvilágban is ilyen nagy a családi összetartás, hiszen a harkály vitte a fiához a menyét. Jó. De te hogy házasodod be? Ez a kis testű ragadozó. Hogy fogadták be? Hogy a szerelem. Tehát hogy bontakozott ki? Mindent legyőzött. Hol a francban találkoznak ők? Hol találkoznak? Tehát hogy mászott fel a harkály hátára a mennyi gyerekek? Ezt mondjam meg nekem, akik hogy van? Uberrel. Tehát uberezett egyet a mennyét, jött a harkály egy friss kocsival, felszállt és eluberesztette magát a mennyét a harkályországba? Vagy hova ment? Mi történt? A harkály a nyálfák felé tartott? Igen, elvinnél, kérdezte a mennyét, felpattant a harkály hátára, és kirabolnám a böcsök fészkét, úgy tudom, amúgy sem vagytok jóba egymásra. De mi van akkor, ha a harkály kapaszkodott föl a mennyétre? A mennyét hasára? Hát a mennyét hasára. Ja, alá, nem, alámászott. Tehát mi van akkor, ha alámászott egyébként? Viszont... A fotó fönn van a Facebookon, nézzétek meg, ha valaki esetleg nem látta, feltesszük majd az Instagram oldalunkra is, legalább lesz egy friss fotó, mert úgyse volt már nagyon régen. Akkor ez egy ugró mennyét? Ez egy ugró mennyét, ami felkapaszkodott, igen. A mennyét mászik fára. Mit? A mennyét mászik fára. Mászik. Ugye? Tehát, hogy föl szokott mászni, mert nekem alapból az volt, hogy a mennyét van alul, ugye ő a földön, és a harkály repül, tehát lecsapott a harkály a mennyétre. És víjogba elvitt. És víjogba elvitt, ez volt az első, de a mennyét egy ilyen fordulóval fölé került, és így mentek tovább. Tehát, hogy alapból ez lenne a felállás, de nyilván nem ez történt. Én azt nem tudom, hogy ki mondja azt, hogy ez a fotó nem kamu. Tehát honnan tudod te azt egyértelműen kijelenteni, hogy nem kamu, még ha létezik is ilyen az állatvilágban. Tehát lehet, hogy hópárduc fején van pillangó. Létezik az állatvilág? Elvileg létezik. Van. Én meghamisítom, és azt mondom, hogy ez létezik egyébként, és csinálok egy nem olyan hamisított fotót, ahogy... A fején van, hanem a pillangó az a karmai közt ott van, az a nyomorult, szerencsétlen kiszolgáltatott hópárduc, érted? Igen, igen, felkapta. Tehát hogy lehet egyértelműen kijelenteni egy fotóról, hogy nem hamisítvány? Azért gyanús. Elemzik és megnézik? Hát azért, ma már azért olyan trükkök vannak, hogy meg lehet jól csinálni. Nézd meg jól, a mennyét nem néz a kamerába. Nem látod a mennyét arcát? Nekem ez volt az első gyanús, érted? Nézd meg, takarja magát. Tehát a harkály, vagy mi a retek ez, az előre felé néz, a mennyét viszont elfordítja a fejét. Mi van akkor, ha egy olyan ritka természeti jelenség van, hogy a mennyét éppen próbálja megcsinálni a harkályt? Aha, de azért nem lehet, mert a farctolla nincs felhajtva. Ez egy lány harkály? Figyelj, ha mennyit, akkor hirtelen... nőstény a mennyit. Tehát ha mennyit, akkor az csak nőstény az lehet. Csak nőstény. Hát akkor viszont nem jó, hogy van fölül. Jó, de hát lehet, hogy ez már egy ilyen nagyon torz, nagyon beteg kapcsolat. Na, felhívjuk azt az embert, aki rálunk sokkal jobban ért a természethez és a természet fotózáshoz, ami drága Máté Bencénket, akit mi nagyon kedvelünk, és volt itt vendég, ugye Magyarország messze az egyik legjobb természetfotósa, vagy Magyarországnak, ugye, és megkérdezzük, hogy ő látott-e már ilyet, hamisítványa a fotó, egyáltalán természetfotóban létezik az, hogy hamisítás. Nyilván biztos, hogy hamisítanak, biztos, nem? Tehát, hogy színeznek, átszíneznek, hamisítanak, nagyítanak, és minél szebbé tesznek egy fotót.
De hogy szerinte itt mi történhetett? Megkérdezzük. Igazad van ezzel a megcsinálással. Nyitva van a harkály szája. Még! Gyerekek, nem lepődnék meg, ha előbb-utóbb pici mennyit fejű harkályok jelennének meg a természetben. De előbb-utóbb azért ezen el kell gondolkozni. El kell gondolkozni. Na, itt van a mi drága Bencénk. Jó reggelt kívánunk! Hello, Bence! Ciao. Jó reggelt! Sziasztok! Hello! Hello! Ne beszélj ilyen hangosan, ha lesen megzavarod a madarakat. Fogadjunk megint ki. Kivételesen most nem lesen vagyok, hanem éppen Erdély felé tartok lest építeni. Lest építesz? Mi lesz a következő, amit fotózol majd Erdélyben? Medvék. Medvéket? Mondjuk ez a veszélyes, vigyázz! Ugye? Hát a medve nem járt. Ezt már többen mondták, igen, Erdélyben mindig ezzel kezdik, hogy a... Igen, ez most hagyd ne mondjam ezt a történetet, de a Csaba testvérnek a birodalmába megyünk medveleseket építeni, és már van is egy, amit most megnézzük, hogy milyen állapot van a tél után, és remélhetőleg ott majd ők a gyerekekkel fogják tudni használni ezeket a leseket. Rafinált les lesz? Távolról medvének hát látszó les? Nagyon. Nem, nagyon. Olyan les lesz, amiben több napot is bent lehet lenni, mert hát medve nem játék. Hogy nem lehet, hogy bemész egy körúti jelmezkölcsözőbe, kikölcsözöl egy ilyen medvejelmez, leülsz egy málnapokor mellé, és ott üldögélsz? És néha azt mondod, hogy brum, brum. És néha azt mondod, hogy brum. És mi van akkor, hogy éppen pázás időszak van? Akkor sóhajtasz egy nagyot. Nem, akkor menjetek ketten, mert akkor látja már a medve, hogy foglalt vagy. Igen, akkor nagyon-nagyon-nagyon szaladjál. Figyelj, láttad ezt a fotót? Láttam, hogy olyan nyugodtan HP-t kaptam meg körülbelül, tehát utoljára szeptember 11-én kaptam ennyi hírt egyszerre, pedig akkor még Facebook nem is létezett. Igen. Na, és mit mondasz, ugye? A harkály hátán repülő mennyit? Hát én egész eddig kerestem a bizonyítékokat, de este 10 órakor Andi feltöltötte a Máté Bence fotografi Facebook oldalra a megoldást. Egy kép formájában, hogyha megnézitek, hogyha ez a apró kis csuka tud magával vinni egy ekkora halásost a hátán, akkor a zöld kőnek sem lehet probléma egy ilyen mennyit. Hát ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, mert ha azt mondanám, hogy nem hiszem el, hogy így készült, és mégis, akkor nagyon ciki lenne a fotós számára. De mi miatt mondod ezt? Én elképzelhetőnek tartom. Tehát egy olyan szituáció, a zöld külön nagyon sokat van a talajon, a mennyit a talajon vadászik, az abszolút elképzelhető, hogy a mennyit megtámadja a zöld küllőt. Ez egyébként nem egy olyan bébi mennyit, ahogy írják, sokkal nagyobbra nem nőjelem ez az állat, mint ami látható a képen. Tehát ez a szituáció maga elképzelhető, de utána föl is száll, és még a hátán meg ott lavírozik a mennyit, már az elég erős képzelőre van szükség, de hát úgy tűnnek a fotók, hogy hitelesek. Úgyhogy... A fajok között előfordult olyan szintű barátság, hogy mondjuk mi már csak a végét láttuk, tehát mint már volt olyan, hogy most a mennyit vitte már egy kört a küllőt, és akkor aztán a küllő mondta neki, hogy jó, akkor most figyelj, akkor is viszlek egy kört. Hát utoljára ez a Nils Holgersson a Mártalódon fordult elő, de mondjuk ez nyugodtan zárójelbe tehető, mert ezért ez nem igaz. Igen, de láttunk olyat, hogy a kutya barátkozik a tigrissel, és nem öli meg, hogy egy másik állat neveli a másik állat. Az ember barátkozik a medvével is, az megöl. Az emberek egy kicsit többet gondolnak bele ezekbe a képekbe, mint ami valójában, de mondjuk egy kutya azért sokkal magasabb intelligencia szinten. Mint mondjuk egy zöld külön vagy egy mennyét, tehát ott azért könnyebben elképzelhető. Most nagyon bizarr, amit kérdezek, de nyilván nálatok is nagyon sok fotós van, nagyon sokan szeretnének világhírűek lenni. Az elképzelhetetlen, hogy valaki megfog egy ilyen zöld küllőt, fog egy mennyétet, valahogy összeeszkábálja őket, és repülésre bírja a madarat, hogy ott legyen a kamu fotó, kamu pillanatának készítése közben, és tehát érted, mire gondolok, tehát beavatkozik tudatosan, csinál egy képet, kreál egy képet, majd lefotózza és megpróbál vele világhírű lenni. Hát azért ez nem egy elképzelhetetlen dolog, nem? Jó képet csinált volna róla. Hát azért ez nem egy rossz kép, ahogy repülnek. Ha már volt egy idő, hogy a zöld külője, hát szerintem a Photoshoppal ezt egyszerűbben meg lehet oldani. Aha. De mondom még egyszer, nem gondolom, hogy ez a... Nem lennék meglepődve, hogyha kiderülne a végén, hogy mégis, de én, hogyha most állásfoglás kérnétek, nem, akkor én azt mondanám, hogy ez valós. Az nem lehet, hogy azért ilyen pici ez a mennyét, mert csak síkban hozta össze őket, és távol van az a mennyét valójában a küllőtől? Csak úgy fordult, hogy pont egy síkban legyen? Nem. Látszik rajta. Akarja... Sajnos nem látszik a mennyétnek a szeme, de... Szégyenlős. A mennyét miért akarja az arcát? Tériszonyos. Nincs jegye. Tériszonyos. Nincs fél a repüléstől. Fél, hogy leesik. Nem mer lenézni. Nagyon magasan vannak. Figyelj, milyen hamisításokat láttál már? Biztos, hogy nagyon sok szemétből kollégád van, aki nem olyan, mint te, hogy vársz 3 hetet inkább egy jó képért, és eszedben ütne hamisítani, amiről mondjuk ordított, és láttad, hogy úristen, hogy lehet valaki ennyire balga, hogy ezzel próbálja átvágni a fotós társadalmat és a laikus nézőket. Találkoztál ilyennel? Hát ilyen sok van, de nem az az érdekes, amikor megpróbálja, hanem amikor ez sikerül is.
És hát van egy klasszikus történet, ami már egy eléggé lerágott csont, ami 2003-ban volt. Egy preparáti jégmadárról, de ott annyira ügyes volt a fotós, hogy annyira el tudta adni ezt a képet, hogy végén le is publikálták, és szinte mindenki el is hitte, hogy ez egy valós megtörtént jelenet, de aztán egy kicsit jobban ért a gyors mozgású madarak fényképezéséhez, azért nagyon egyszerű technikai magyarázattal azért. El tudod mondani, hogy mi volt a képed? Mit csinált a preparált halott kitömött jégmadár? Éppen csap rá egy tiszavirágra. Igen. És hát eléggé bizarra jelentett, de gyönyörű kép egyébként. Csak hát ez a szituáció fizikailag nem állhat így össze. Meg a tiszavirágban benne volt a gombos tű. A fototechnikához elég sokat kellene érteni, nem ezt a részét kezdem el taglalni, hanem erről a képről megjelent egy évvel később egy olyan felvétel, amikor a tiszavirág elmozdult a madárhoz képest, de a madár nem. Ami egyébként repül. A tiszavirág az meg mondjuk ilyen fél élő állapotban a víz felszínén van. De ez azt jelenti, hogy belógatsz Damilon egy halott állatot, egy halott madarat, és kiretusálod utána a madzagot, és lóg fejjel lefelé a jégmadára, hogy éppen lecsap? Tehát lógott egy kitömött madár madzagon? Igen, ez a feltételezés. Azért ez nagyon, nagyon kemény. Mennyi munkát szentelt, lehet, hogy egyszerűbb lett volna megcsinálni a képet valójában? Hát erre heteket kell készülni, nem? Hát szerintem is, mert egyébként hogy a fotósnak a képességét megtettek hozzá, tehát igazából nem értettük, hogy erre mely volt szükség. Uh-huh. Mi az ára nagyjából a nemzetközi piacon egy ilyen képnek? Tehát mondjuk megcsinálom életem képét, hogy egy harkály utazik egy zöld küllőn. Ezutána én megversenyeztetem, vagy ezt felteszem, és ingyen a világháló rendelkezésére bocsátom, vagy ezzel házalnak utána a fotósok? Hogy működik ez? Hát szerintem ennek a képnek a maximális mérete az körülbelül az a 420 pixel, amit lehet látni a neten. A nagyon erős képkivágás, tehát ebből sok minden nem lehet azért elkövetni, de a természetfotónak az ára az mondjuk abszolút a békasági alatt van. Nem nagyon ismerek olyat, aki abból él mostanában, hogy természetfotókat árul. De elképzelhető, hogy az ember most azért kicsit több pénzt tud azért kapni, mint amennyit én eddig összesen szereztem az elmúlt 10 év alatt, mert elég jól sikerült megfuttatni, de hát igazából hát igen, ez most egy nehéz műfaj. És akkor van egy ilyen képed, és felhívod a Reuters, hogy gyerekek, van egy zöld külő repülő, menjétek. Na menjél anyádba, és lerakja, rád rakják, aztán szerint bocs, megint én vagyok, van egy vízi bajom, amit éppen két kabóca csinál meg elől hát. Igen, van egy repülő vízilóvam, hátán egy sirályan, na jó, hagyjál békén. Tehát én körbe hívogatod az ügynökségeket? Hát de én nem foglalkozom vele, amik ezt keresnek meg. Most a kérdésre válaszol, hogy konkrétan egy fotónak az ára, mondjuk egy magyar nyomtatott sajtóban körülbelül ilyen 3-5000 forint körül van, esetleg 10000 forint, vagy ha címlapjáról rakják fel, akkor a top az a 20000 forintig. Most a belekerülési költsége az meg ennek akár a több tízszerese. Szóval a fotósok általában nem azért, a természetfotósok azért készítik, hogy utána eladják, hanem inkább szeretik csinálni és hobbiból, és ez egy ilyen mellék hozadéka, de azt írja valaki, hogy tegnap volt a harkályos fénykép nálunk az Esti Híradóban, a gyermekcsatornán, Németországban, írja valaki egy hallgató, német a szám is egyébként onnan jött. Valóban a földön ugrott a hátára, mutattak földön készült képeket is a fotósorozatból. Tehát, hogy több kép van, és a földön mászott a zöld küllő hátára. Az lehet, nem? Ez simán elképzelhető. De hát nem, én másod inkább ugrott, mert mind a két állat nagyon agresszív, nekem mind a kettővel volt valamennyire dolgom, mert 10-12 évvel ezelőtt kértem az erdészeti iskolából kölcsön egy preparátumot, egy zöld küllőt, mert azzal akartam becsalogatni a valódit. És kifigyeltem, hogy hol van a zöld küllőnek a fészke, kiraktam 10 méterre mellé egy preparált zöld küllőt, lejátszottam a zöld küllőnek a hangját, majd fél percen belül jött a hím zöld küllő, rászállt a preparátum hátára, és addig vert, amíg lerepült a feje. De ez nem volt meg neki elég, elkezdte kihúzni a vattát belőle. Tehát annyira volt benne itt az van, ringer, van benne, hogy van benne vitamin, igen. Hogy a fogyasztóvédelemtől jött, és látta, hogy ez hamisít. Úgyhogy ellen mertem mondani senkinek, de most már elévült, mert már több mint 10 volt, hogy talán nem is fixenek rá. A menyéttel pedig olyan tapasztalatom van, az egyik fotós barátom, akinek lesei mondok a Hortobágyon, neki volt egy szerencsé látni egy olyan jelenetet, hogy egy menyét bement egy szalakótának az odujába, ami a zöldkülőhöz hasonlóan egy eléggé masszív, erős madár, és mondjuk egy perc alatt lerendezte az összes fiókát, miközben
a hím meg a tojómadár azt próbálta folyamatosan verni ezt a menyétet, ami mondjuk egyharmad akkor, mint egy szalakóta, és nem sikerült neki, elpusztított az összes fiókát. Mind a két állat egy ilyen kis terminátor. De akkor ez egy K1-es harc volt itt. Tehát itt ez egy érdekes, ami a abszolút, földön kezdődött, igen, és a levegőben. Kategória, mert a súlycsoportok nem számítottak. És felrepült ugye az öltkül, és mondtam, hogy velem nem szúrsz ki, és lavírozott a hátán. Tehát azért az egy komoly csata volt. Figyelj, hány állathangod van neked, amit te csak így bejátszol? Tehát olyan természetességgel mondod, hogy bejátszottam neki Magnóról a zöld küllőt, mintha most legalább az applikációban 4 zöld küllő hang lenne nekünk külön-külön. Tehát több ezer hanggal mész te mondjuk? Vagy van 8 fajta medve hangod most, hogy mész Erdélyben? Amikor ez a történet datálódott, akkor még nagy becsbe mágnes szalagon őriztem azokat a hangokat, amiket az Ország Mihály vett fel pár 10 évvel ezelőtt. De hát most már beírod a neten ennek a fajnak a magyar vagy az angol megfelelőjét, és annyi hangot találsz, amennyit csak akarsz, úgyhogy nem kell vinni, hanem éppen amire szükség van, szinte az világ összes élőlénynek a hangját egy pár perc alatt meg lehet találni. Na jó, de honnan tudod, hogy az tényleg az, amíg addig nem hallottál, és kicsörtett valami neked oda a bozódból, amire nem számítasz? Hát úgy szokott, hogy ezzel egy általában jön egy inger a természetbe, látok valami témát, annak hallom a hangját, és utána indul be a fantáziám, hogy esetleg ezzel nem lehetne motiválni. De egyébként kétélű a dolog, mert ez legjobban vagy akkor működik, amikor nászirőszak van, és azért jön oda, mert azt hiszi, hogy ott van egy hím vagy egy tojó, és azt keresi. És ezzel az állatnak a viselkedését eléggé negatívan is lehet befolyásolni, hogy az ember túlzásba viszi. Vagy pedig azért jön oda, mert védi a territóriumát, és akkor megint csak hát nem annyira etikus becsapni az állatot. Úgyhogy amikor én ezt alkalmazom, akkor én néhányszor teszek kísérletet, hogy hogyan működik, de túlzásba nem szabad vinni. Na hát vigyázz a medvékkel akkor. Bizony. Nehogy tényleg párzás időszakban. Főleg a nősténynek behangot nyomsz. Igen. Tudod. Jó, egy idő után nem pedig már nem menekülj, add föl, ha előbb ennyi. Szabadulsz. Meg nagyon óvatosan a reggelivel, hogy mit készítettek össze, szerintem jobb a sajtos párizsi zsömle, mint a mézes kenyér. Előre megesszük. Bence, jó munkát nektek, vigyázz magadra, köszönjük szépen. Köszönjük, ciao, hello. Máté Bencének köszönjük szépen. Magyarország egyik, ha nem a legjobb természetfotósával beszélgettünk egyébként. 7:58, Óven bácsira lehet jelentkezni, ha valaki szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8:02, szép reggelt kívánunk mindenkinek, Lenny Kravitz. Jó kis nóta. Ez egy jó kis nóta, igen, ez az új Lenny Kravitz album, hát annyira új, hogy kb. Fél éves, és igen, ez egy jó kis dal, főleg a Chamber után, ami azért egy elég lájtos kis dalocska volt, az első, amivel kijött, ez már olyan Lenny Kravicesebb egyébként. Na, két kis puli rohangál Budapesten, a Kozma utcánál, az úton, a temető előtti körforgalomnál, tiszta életveszély. Vigyázni kell rájuk, valaki segíthetne rajtuk, írta egy hallgató. Hát reméljük, hogy valaki meghallja. Köszönjük szépen. Egyébként úgy néz ki, hogy minden rendben van, mert hogy kevesebb a közlekedés, mint általában szokott lenni. Ez azt jelenti, hogy vagy nincs front, vagy kevesebben vannak az utakon, mindenesetre egy-két trafin kívül nincs nagy baj. És ha már trafi, van egy a 4-es úton, Szolnok elkerülő szakaszán az Abonyi lehajtónál, Tibi a csokis küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. M3-as 82-es kilométernél is van egy trafi rendőrautóból szemből a leállósávban. Nem szép, ez egyébként nagyon nem. Ez egyébként nagyon nem. Szerintem. Ugye, mert így még látod is az arcukat. Igen. Szembe mész. Hát nem az arcuk, szerintem a legkevesebb az, hogy állnak veled szembe, nem? Tehát, hogy az hogy? A leállósában ráadásul. Tehát, hogy veled valami történik, mész egy kamion mögött. Összeesik a gyerek, elhányja magát, megijedsz, és lehúzod jobbra, mert azt hiszed, hogy a leállósáv téged engem, és ott áll egy rendőr szemben a leállósában, veled szemben, holott nyilván az egy vészsáv is, és azért, hogy oda le tudjak húzódni, azt mindenkinek szabadon kell hagyni. Nem? Tehát ez de, szerintem egyébként felháborító. Pont egy rendőrtől, akitől azt várnád el, hogy mutassa meg, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem. Ha beállnak az autópályán a két autópálya közé, még az is elfogadhatóbb, és ott beáll veled szembe, van egy, ugye a két sáv között, egy betorész, beengedő rész, oké, de ugye a leálló sáv, az szerintem nagyon meg. Az nagyon durva, és hirtelen ott kimész jobbra, megijedsz, elkapod a kormányt, tudod, hogy oda tudsz menekülni, és frontálba telibe versz egy rendőrautót, ahol ül egyébként két ártatlan rendőr, akiket mondjuk oda kivezényeltek, az szerintem nonsens. Ráadásul, mint morál, mit látsz, nem?
Hát hogy ő használ. Hogy ő a rendőr, akitől te segítséget kérsz, akire felnézel, aki azért van, hogy neked megmutassa, hogy mit lehet és mit nem, és kvázi példát mutasson, áll szemben feltett lábbal a leállósában. Szóval azt vajon nagyon... megmondják bentről, hogy, vagy azt mondják, hogy M7-82-es kilométernél menjetek, mérjetek, ez vagy azt mondják meg, hogy állj be szembe a leállósában. Szerintem a pozíciót nekik azért le kell jelenteniük. Tehát szerintem se oda mennek, ahova akarnak. Szerintem, igen. Az oké, de hogy mit mondanak meg nekik? Ez M7-es 82-es szelmény. Mérjetek, hogy M2-es, vagy M7-es, 87-es szelvény szemben. Igen, ez egy érdekes kérdés egyébként. Tehát hát, ha van valaki, aki ezt megírja nekünk, erre visszatérünk, hogy igen, hogy mit mondanak neki, hogy figyelj, Gábor, Tamás, M2-es, 86-os kilométer szemben forgó, tessék beállni. És ők végrehajtják a parancsot, és beállnak, vagy azt mondják nekik, hogy menjetek ki fotózni, ez a területetek, megadnak egy 10 kilométeres intervallumot, mert hogy utána már mondjuk más körzetből fotóznak, és ott ők beállnak valahova, ahol tudják, hogy sokat tudnak mondjuk kasszálni, vagy megdicséri őket este, hogy gyerekek sikerült elkészíteni 20 képet. Hogy megy ez? Na, Tamás, ez Gábor, kérdés. Írjátok meg, nem fújunk be, be az ORFK-nál. Most látod, jelenesek, hogy nem Józsit mondtam, és Bélát? Igen, hogy azért, ugye, hogy fejlődöm? Tehát hol van már a Józsi Béla, menjetek mérni? Egy sztereotípia, így hús! Azt mondtam, intelligens hangon, Tamás, Gábor, légy szíves, menjetek ki, és mérjetek. Hát azért, gyerekek, ez egy komoly... Van valami folyó ügyed arra felé? Azért ez egy komoly fejlődés, az, hogy Józsikám, menjél már ki, mérje már egy kicsit, úgy, ahogy szoktuk hozni, de hát nyilván már nem így működik. Csináljuk nem azt, akarom őket bántani. Hogy egy lapra felírjuk, hogy a rendőr, 2. Aláírjuk azokat a neveket, amiket már használtuk, és mindig lehúzogatjuk. És, vagy ráírjuk a nevet, és akkor látod. És mielőtt rendőrös téma van, hogy egyszerűen csak felpislansz igazi jó profi módjára, így a papírra, és látod, hogy mik azok a nevek, amik már voltak. És akkor így séróból nyomsz egy Alexet, meg egy Sándor. valami nagyon ritkát. Hát van olyan rendőrünk, miért ne lenne, aki már leszerelt, vagy nyilatkozhat, és elmondja nekünk, hogy ez hogy megy egyébként. Nem? Uh-huh. Biztos, hogy van egy Józsi, vagy egy Dezső. Na, mondj még egyet. Egy Dezső és egy Robert. Igen. Na játszunk, itt van a játékosunk. Óven bácsira és Beru nénine nyitunk rá már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Nagyon-nagyon-nagyon vidámak a mai hallgatóink. Hello, Anna Mari! Hello! Honnan hívtál minket? Debrecenből. Mit csinálsz ott? Jogász vagyok. Jogász? Ja. Hűha, nagyon meggondoljuk, mit mondunk. És tudom, hogy volt-e jogász játékosunk. Ritkán jó, jelentkeznek. Jó, csak mondom, hogy is doktor. Igen, te átmentél a zimány határon? Tehát bojtárkodtál és elvégezted? Leállam vizsgáztat. Még nemrég végeztem. Akkor még bojtárkodsz? Igen. Hát akkor neked még van egy nagy vizsgád majd a 3 év leteltenél, nem? Igen. De hangod alapján többször megbuktál, vagy mi történt? Nem, semmi. Vagy ez egy ilyen másodképzés, mert idősebbnek tűnsz, mint aki most szabadult frissen a jogi egyetemről. Hát pedig 24 éves vagyok. Hát akkor csak egy komoly jogászi hanggal megáldott csaj vagy. Na és milyen a bojtárkodás? Nem tudom, nekem igazából tetszik, bár bírónő szeretnék lenni, de hát az majd soká lesz. Na, milyen elhivatott vagy. Igen. Pedig... Igen. Az ritkább, nem? Hogy valaki bírónőnek szeretne menni, hogy egy csomó mindenről le kell mondanod, nem lehet saját vállalkozásod, céged, fix fizetésed van. Tehát kicsit ezeket áraz... tudtad, vagy pedig most egy világon volt összebe? Ugye tisztában vagy ezzel? Nem, tisztában vagyok vele. De mégis ez érdekel. Uh-huh. Igen, már gyerekkorom óta. Igen? Igen. Alapfizetés, semmi bonusz, fix éves szabadság. Egy kötöttebb dolog, mint a jogászkodás másfajta formája. Anna Mari, van segítséged? Egyedül játszol? Van segítséged. Ki segít? Hát ismerősök itt vannak velem. Uh-huh. Igen? De hol a lakásban? Ez csak ott lettek ismerősök? Vagy bár a munkahelyeden? Vagy? Nem, egyelőre még itthon, de lassan indulok. És hol vannak az ismerősök? Milyen formában vannak ott? Hát itt ülnek mellettem. Szintén a jogról. Oh. Nem. Hogy kerülnek reggel 8 óra előtt ismerősök a lakásodba? Hát úgy, hogy együtt megyünk dolgozni. De jönnek kávézni? Igen, tehát hogy meghívtad őket kávézni, tudtad, hogy játszol, és átszóltál a szomszédba, hogy Julikám, gyere már át, mert mindjárt a Balázsikkal játszol. Hogy kerülnek ők oda? Nem. Hát megbeszéltük, hogy együtt megyünk kocsival, aztán így. És előtte felugrottak egy kávéra. Aha. A férfi ismerősök?
Nem. Lányok? Még jobb. Igen. Ó, na jól van. Érdekes, ismerősök kora reggel egy lakásban, igen. Anna Mari, mutatjuk akkor nektek, nevezd meg őket, kik vannak ott veled. Csak hogy személyesebb legyen nekünk is, mert nem látunk benneteket. Katika és Erika. Katika és Erika. Sziasztok. Sziasztok, Katika, Erika. Baláska, Ferike, Janika. De nagyon csendesek, nem halljuk őket nevetni, megszólalni, semmit nem halunk. De most igen. Most hallottuk. Na figyeljetek, mutatjuk, mit csinálnak. A küllők. A zöld küllők. Most mesélik el. De hol a mennyit hangja? Mutatjuk, hogy mit énekelnek, figyeljetek. Ójj, hát ez híres. Mi lehet? Katika, Erika, Júcika. Száján is mondanád. Ki volt ez? Ki volt ő? Nevezd meg a bűnöt. Katika. Katika, tedd ki az előszobába. Katika, vegye fel a kabátját, várjon ki a folyosan, mindjárt indultok. Katika, tegye el a kávéscsészét, ez a dolog elmen ma reggel. Tehát ez biztos nem. Már mutatjuk még egyszer, figyeljetek. Ó. Miért? Úristen. Julika? Nincs Julika. Aki a másik? Hosszabbat szeretnénk. Hát, Erika, nekem is mindig. Nekem is mindig ezt mondja a feleségem, igen. Mutatjuk, figyelj. Mi ez? Úristen. De jó ez a madár csicsergés, gyerekek. Úristen. Úristen. Mi ez? Julika? Ivetke? Ki a másik? Erika. Erika. Katika. Erika. Hallasz, Erika? Nem, ő most elment máshová. Aha. Elment máshová. Ő ment kávét főzni, világos. Nem, a kávé már megvolt csak. Erika elment a budira, annyira izgult, hogy elszaladt a budira. Erika elment a budira? Erika, segíts! Nem tudom, most nem tudik el! Fogyott a papír! Nem tudom, mi lehet ez. Tudni akarom, hova ment Erika. Itt van Erika. Erika visszajött. Na jól van. Erika nekem hiányzott. Ne menjen el. Hát most... Ne menjél, nem hiányzol. De mi átjössz segíteni a játékra, majd elmegy pont, amikor ilyen nehéz pillanatban vagyunk. Na mutatjuk még egyszer. Na figyeljetek, megmutatjuk az eredetit. Én fel fogtok sikoltani, mert szerintem ez ismerős lehetett volna. Hallgassátok meg. Nem? Jó, Jimmy? Nem szerettétek? Hát, annyira nem vagyunk odáig, érte? Erika biztos szereti. Hát, nagyon nem. Nagyon nem? Nem feltétlenül a ti korosztályatok, igen. Azt írja egy hallgató, hogy azért vagytok csendesek, mert minden, amit mondtok, felhasználható ellenetek a bíróságon. Igen. Szeres úgy is, ha rossz vagyok. Nem volt. Ez most nem jött össze. Ez most nem. Viszont jó kedvetek van, és ez nekünk öröm volt. Köszi a játékot. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Hello! Sziasztok, csajok! Hello! Istenem. Arra gondolsz, hogy... Hogy milyen jó volt ez a dal? Meg milyen jó volt a Csimi? Az biztos. 2 perc, pontosan 8 óra. Gáborral folytatjuk. És egy érdekes cikk jelent meg nem régiben az interneten. Nézd! Eszik valamit. Mit eszik? Zabot eszik. Édes? Biztos nem csülköd. Édes. Zabot eszik, nekünk csinálta. Egy érdekes cikk jelent meg az interneten, hogy mennyire egészségtelen az, ha juice-t, gyümölcslevet, facsarunk, adunk a gyereknek. Másfél oldalon keresztül kellett azt olvasnom, hogy micsoda szörnyű bűnt követünk el a gyermek ellen, ha pépesítjük, ha kifacsarjuk, mit csinál a gyomrával, a fogzománccal, a gyerekek, tényleg az emberek a haja kihullik, hogy azt jelenti, hogy minden nap iszik a gyerek egy frissen facsart narancslevet, és elolvasod aztán másfélben keresztül, hogy bűnözöl, ha ilyet a gyerek kezében. Bomba, eddig azt hittük. Na hát a cikk azt írja, hogy kevésbé, mert hogy kiveszed belőle a rostot, szétszedi a gyomrát, egy csomó mindent ír, úgyhogy a gyümölcslevekről és az otthon készített mindenféle smoothie-król, meg egészségesnek tűnő dolgokról beszélgetünk majd a Gáborral, aki remélem megcáfolja ezt a cikket. Szóval hát basszus, akkor mi valamit nagyon elrontottunk. Hát ti több mindent. Hát igen. Ha ezt tudom, akkor most biztos nem lenne 170 centi a gyerek. Igen. Na, szóval, hogy erről beszélgetünk majd Gáborral, Ákos híre után. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan 14 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
Hello! Sziasztok! Drága hallgatók, itt vagyunk csütörtökön. Pillanatkor belül Gáborral folytatjuk, előtte gyorsan egy-két közlekedési hír, mert a mi hallgatóink drágák, és ahol járnak, amit látnak, megírják nekünk. Mármint ha baj van a közlekedéssel. Budakeszi úton lassú a haladás a belváros irányában, a jókedvű hölgyek miatt sok pasi sír. Ezt amennyire tudom értelmezni, de biztos igaza van annak, aki írta. Bócsán van egy baleset, és emiatt félpályás zár van. Gábor ennyit tett hozzá ma reggelhez. Köszönjük szépen. Trafi van az M35-ös autópályán Budapest felé. Ezt is köszönjük, valamint az M30-as M-ödi felhajtójánál Budapest felé méri a rendőrség a siető autósokat. Ezt ma Tati küldte nekünk. Pécsen is mérnek Gyárvárosnál. Gondolom haladnak a többi helyre is. És azt derítsétek ki, hogy főleg autópályán hogy kerülnek forgalom a szemmel, mert erre kivétel nincs szerintem. Ezzel a témával még foglalkozunk egyébként. Úgyhogy erre visszatérünk. Még lehet, hogy ma, de a héten vagy a jövő elején biztos utána járunk, és kérünk e-mailben állásfoglalást az ORFK-t, hogy ez tényleg hogy működik. Nagyon sok kérdés jött egyébként a rendőrséghez. Ugye? Igen. És még egy itt van, M5 felhajtó, szintén fényképészek vannak egy Oktáviában, ez az M3-ast érinti, úgyhogy ott is mindenki menjen lassabban. Mi pedig folytatjuk, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megérkezett hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Gábor! Hello, jó reggelt! Jó reggel! Jó reggel, szervusztok! Hello! Ismét találkozunk, és egészségesek vagyunk. Bizony. De látod az összefüggést a kettő között? Ez jó? Igen. Ez most már ilyen, mintha előadja, egészségesek vagyunk, mindannyian koncentráljuk, mindenki jól van. Leküzdöttél valami kort, azért mondod? Igen, igen, épp mondtam nektek most így a szünetben, hogy átmentem az influenzán, hát egy nap azért kellett hozzá, de nem nyomtam az ágyat, hála a Jóistennek, munkaképes maradtam, illetve hát nem vagyok benne biztos, hogy az influenza volt, vagy az a kérdés, hogy melyik válfaja volt az influenzának. Mik voltak a tünetek? Igyekezett engem ledönteni. Hát torokfájással ébredtem, egy pici fejfájás, hát ez a gyengességérzés, de délelőtte szűnik, és estére, másnap reggel, hogy éjszaka visszatér, érdekes volt. És egy, hát két éjszaka volt, de nem volt érdekes láz. Tudom, ti átmentetek már ezen az influenzán? Igen, hőemelkedéssel. Konkrét lázzal nem, de komoly hőemelkedéssel. Hát igen. egy hónap, egy hetet, egy kemény hetet kiestem. Ebből látszik, igen, hogy sajnos. Nagyon hiányoztál, látod, hogy egy hónapnak éreztem. A mi kamránkban sajnos nem volt elegendő csicsóka, és ezért nem tudtam felvenni a harcot ilyen eredményesen. Egyébként azt gondolom, hogy az egészséges szervezet nem mindig arról ismerhető meg, hogy sohasem beteg, hanem hogy milyen a lefolyása egy kórnak is, és igyekszünk minél hamarabb gyógyulni. De hát jól mondod, aki például most nem lett influenzás, az egész jobban táplálkozik, és jobb nem az immunrendszere, vagy egyszerűen csak szerencsés, és lehet, hogy úgy úszta meg, mint hogy más beleesett véletlenszerűen. Elkerültem. Aha. Van ilyen. Lehet, hogy az immunrendszere is erősebb, mert ez alkati kérdés is, és táplálkozási életmód kérdés is. Tehát vannak alkatilag erősebb immunrendszerű emberek, ugye ez függ a anyateljes táplálástól kezdve a bélflórától, de hát nyilván nem állítom azt, hogy mindenkinek csak a táplálkozástól függne az egészsége, ez mástól is függ. De most például magamon is teszteltem ezeket a fokhagymás gyömbéres dolgokat, és abszolút működött, és jó volt, és gyorsan hatott. Itt ad a kis varázskoktélodat? Igen, muszáj volt. Reszeltem egy kis tormát, azért még pluszban, tehát... Még ahhoz a koktélhoz tettél egy kis tormát? Hát nem úgy egybe, de úgy máskor vettem tormát. Azt ugye eszegette a tormát. Jézus, mert amikor azt reszeljük, akkor azért a légzőszervek azért működnek. Azt akartam mondani, hogy ott nincs olyan megfázás, ami nem jön ki a torma reszelésnél, mert bokáig sírott el azért a konyhát. Hát, mint a hagyma ugyan illóolaj torma, persze. Az arcüreget, mert a táplálkozáskor az arcüregünket nem mindig fertőtlenítjük ki, ugye a táplálék az felszívódik, de amikor valamit beszívunk, hagyma, torma, akkor az egész arcüreget átfertőtleníti. Ez fontos. Na, Gábor, kezdjük el akkor a témát, mert hogy 2-3 héttel ezelőtt olvastam egy cikket, és ezt átküldtem neked, és azt gondolná az ember tényleg, hogy már
bármihez nyúlunk, valójában minden tartalmaz némi veszélyforrás, de amikor te frissen facsar gyümölcslevet adsz a gyereknek, ugye? És most itt nem a dobozos levekről beszélünk, meg nem azok gyümölcslevekről, amikor aromát kevernek hozzá, meg sűrítményből készül, meg rá van írva egy 100%, aztán közben nem az, hanem te a két kis puha kezecskéddel kicsavarod neki a grapefruitot, meg a narancsot, ha megteheted, hogy megveszed a gyereknek, odaadod neki. Olvastam egy két, hát mondjam, három oldalas cikket arról, kevésbé tudok jobban ártani a gyereknek, kis tudással nyilván, nem így volt ez kimond ebben a cikkben, de elolvastam és ezt éreztem, mint hogyha ugye hát frissen facsar gyümölcslevet adnék neki. És aztán innentől kezdve a fogakra való hatás, a rostok kiszedése, az oxidációs folyamatok felgyorsítása, a székrekedés, a károssavtartalom. Te tele volt a cikk olyannal, hogy elolvasod, fogod a narancsot, elbúcsúzol tőle, kidobod, és azt mondod a gyereknek, hogy jó, apa, megennék. Megszabadultunk az összes méregtől. Itt egy rút kolbász, menjél játszani, és szólja anyádnak, hogy főzzön neked valami finomat. Tehát megdöbbentő. Ez ilyenkor lobby, vagy valaki elolvasott két nem tudom milyen elixir magazint, és tényleg megvilágosodott, és azt gondolta, hogy önhatalmulag ír egy cikket, hogy hogy van ez? Nem értem. Szerintem valami ilyesmi. Divat lett ellentmondani sok mindennek, amit az emberek fogyasztanak. Ez önmagában nem baj, csak az a cikk, amit átküldtél, tehát egyszerűen nem volt szakmai alapja. Szakmai nevekre, dietetikusokra, külföldi szakértőkre hivatkoznak. Hát sajnos ez egy áltudomány, tehát felhasználta szakemberek véleményét az általa kigondolt tézis igazolására. Sajnos ezt elkövethetik az emberek, egyes irányzatok, itt is ez történt. Tehát, hogyha mondjuk te azt mondod, hogy igazoljon, bizonyítson be mondjuk valaminek a fontosságát, akkor én tudok szerezni neked 10 olyan cikket, hogy az emberek el fognak ájulni, hogy ez mennyire igaz. De én egyoldalúan nem élhetek a szakirodalomokkal. Aha. Tehát visszatérve a gyümölcslé kérdésre, az, hogy székrekedést okozna a gyümölcslé. Na, mindjárt átveszünk tehát pontosan. Lefordulok a székre, amikor ezt olvastam. Érdekes dolgokat hát ír hajt, egyébként, nem? Igen. Hát a gyümölcssavak, tehát a rostokra helyezi a hangsúlyt, ha nincs benne rost, ami szerintem így nem igaz. Azért, mert szabad szemmel nem látunk frissen préselt gyümölcslében hatalmas nagy rostokat, mint egy búzakorban például ilyen nagyságúakat. Attól még mikrorostos szerkezetek vannak benne bőven. A tükrösre szűrt almalé esetében azt mondom, hogy a vércukorszintet megdobja, a fokozatot ronthatja, de egy házilag facsart, vagy olyan helyen készült ilyen bag-in-box rendszerű almalé, amit lehet kapni, ilyen csapos, biztos láttatok már, igazán rost, ott van az alján, rengeteg rost összegyűlik, hazai alma, levek, pasztőrözött, ezek fantasztikusak. A gyümölcs savak, hát aki reggel már fogyasztott mondjuk éjgyomóra egy pohár narancslevet, vagy citromlevet, az szerintem egy 15 percen belül megy a mellékhelyiségbe, tehát szó nincs. Gyümölcsavak megfacsarják a gyomrot, összehúzódik, és megindítja a perisztaltikát. Na nézzük akkor, hogy mit ír a cikk, és hát szedjük akkor darabokra, mert érdekes dolgokat ír. Azt írja, hogy a tápanyagot vesztett gyümölcslevek, például ha ezt gyakori fogyasztással veszük, veszélyezteti az immunrendszer megfelelő működését, és növelheti a gyulladásos bélbetegségeket. Például, most nem tudom, hogy a tápanyagot vesztett gyümölcslétől egyből miért leszek bélbeteg egyébként. De, várj, vagy de mitől veszél a tápanyagot? Hát, hogy kevesebb benne a tápanyag, a kockázatok között írja például ezt az első pont. Igen, tehát a hír nem igaz. Olyan szempontból, hogy amikor gyümölcslevet készítek gyümölcsből, akkor sűrített élelmiszer jön létre, vagyis a vitamin tartalma nagyobb lesz az egységnyi tömegű lének, sárgarépalének, almalének, egységnyi tömegű rostos gyümölcsnek. Most azt írja például, hogy amikor gyümölcslevet készítünk, akkor kiveszük a rostokat. Kiveszük a rostokat, ezáltal nem, hogy egészséges dolgokat viszünk be, mert ugye sokan csinálják, kifacsarják a narancsot, de csak a levét adják oda a gyereknek, a rostokat mondjuk beledobod a szemetesbe, vagy teljesen mindegy, és hogy ezáltal, hogy kiveszed a rostot, még csak nem, hogy segítesz, hanem pontosan ártasz, mert hogy székrekedést okozol elő ezzel, vagy székrekedést okozol, és ártasz a gyereknek, ha kiveszed belőle a rostot. Az biztos, hogy a lényeréskor a rostok egy részét elöntjük, a durva nagy rostok egy részét elöntjük, ez igaz. Ezért valóban nem javasoljuk állandóan a lékészítést, mert a drága jó rostokot elvesznek, mellesleg van, aki lefagyasztja, és felhasználja egy jó zapkásához, vagy valamilyen reggelizéshez, és felhasználható később, tehát nem érdemes ezt
eldobni, de szó nincs székrekedésről, szó nincs immungyengülésről. Mondjuk egy kézi mixerrel lesz feldarabolom, és utána belekeverem a gyümölcslébe, akkor... Igen. Akkor vissza, csak itt az a kérdés merül fel, hogy akkor minek kellett ugye lényerést alkalmazni, hogyha végül mind a két részt ugye felhasználom. Egyébként ennek az az oka, hogy van, aki töményebben szeretne C-vitaminhoz elvitaminhoz. Mert héjában nagyon nehéz meginni azért. Hát még szerintem a gyerek könnyebben megbirkózik, mint egy pohár narancslébe, mert adsz neki egy narancsot, savanyú, hosszú ideig tart, rágni kell, fehér rész van benne, kiköpi, fog egy pohár narancslevet, megissza, azt maximum visszakeveret hozzá rostot. Tehát szerintem kicsi gyerekeknél egyszerűen az abszolút. A lényeg, hogy ne evés után ígyuk a gyümölcslevet, mert akkor beerjeszthet, evés előtt egy 30 perccel isszuk, immunvédő hatása van a frissen préselt gyümölcslének, ugye a lébőjtöknél ezt alkalmazzák, ez egy régi természetgyógyászati elv, a lébőjtök, a zöldség és gyümölcslevek. Hát azért megmondom őszintén, hogy ezt is megtámadták, hát ezen csodálkoztam. Azt írja, hogy a narancs és a citrom savtartalma az abszolút tönkreteszi a gyomrot, és fájdalmat okoz, rosszul létet okoz. Tehát tényleg olyan, mintha valaki felbérelte volna a cikkíróját, hogy semmisítsük meg azokat, akik gyümölcslevet isznek, elolvasod, és tényleg élni nincs tovább kedven. Hát azért az nem egyenlő a gyomorsabban található savval, mert ő a sósav. Ennek igen, a pH-ja magasabb, nem? Így van. Viszont tény, hogy akinek refluxbetegsége van, vagy gyenge a gyomra, esetleg fekély kezdemények vannak a gyomorban, nyilván a szakma nem ajánlja a friss citromlé, narancslé, grapefruitlé adását. Itt is azért megosztik a vélemény, mert van, akinek citromlé beválik, mert U-vitamin van benne, ami fekélyellenes vitamin, nem is kevés. Ilyen az uborkában, paradicsomban, citromban rengeteg U-vitamin van. Tény és való, hogy nem mindenki ihatja, de általában ilyet mondani, hogy ez nem jó, mert tönkreteszi. Egyébként a fogászok, a fogorvosok nyilván mondják, és ennek helyet tudok adni, hogyha valaki megivott egy pohár frissen préselt gyümölcslevet, akkor utána, hogyha elkezdi sikálni a fogát, akkor a fogzománc valóban károsodhat, ez tény. Viszont jó tudni, az emberi szájüregben működik egy öblítő program. Tehát amikor az ember ilyen savanyút iszik, nem véletlen, hogyha valaki a citromra gondolt, most nem gondoltok a citromra, ugye? Én már igen. Tehát nem, akkor a nyálműködésünk elindul. Most megmérnénk ennek a nyálnak a pH-ját, ez egy semleges, nyilván gyengén lúgos kémhatás. Magyarul a savanyú gyümölcsök után a szájüreg beindít egy öblítő mosóprogramot egy semleges, gyengén lúgos nyállal, ezáltal lemossa a fogakról a savat, tehát utána 10-15 perccel már helyreáll a pH a szájban, de amikor megittuk, utána közvetlenül valóban nem mosunk fogat. De kifejezetten olyan sav erózió, amitől riogatnak, hogy hát tönkre fog menni a fog, ez csak akkor jön létre, hogyha valaki egész nap ilyet iszogat, ettől óva intek mindenkit, és ilyen szempontból ugye annyiban helyt adnék a cikk egy részének, hogy aki egész nap iszogat almalevet, citruslevet, narancslevet, ezt nem ajánljuk, hanem legyen a nap folyamán egy vagy két olyan időpont, amikor ezt elfogyasztjuk, és kész. Uh-huh. Azt írja aztán ez a cikk, hogy felszabadul a cukor, és hogy hány gram cukor van két deci gyümölcslében, túl sok, mert ha beleharapnánk, akkor másfajta cukor szabadul fel, mint amikor ugye hát kifacsarjuk, és ez sem jó, mert hogy szétzilálja a nem az immunrendszerünket, hanem ugye az inzulin háztartásunkat. És hogyha egészben megesszük, máshogy szabadul föl a fruktóz, mint amikor kifacsarjuk, kvázi egészségesebb lenne egyben megenni. Ez igaz. A rostok miatt van ez, hiszen ha hiányoznak azok a pektinek, amiket ugye elöntünk a légkészítéskor, akkor a vércukorszint gyorsabban növekszik, viszont a gyümölcsökben van gyümölccukor, és nem csak szőlőcukor, ezért lassabban nő a vércukorszint, mint a cukorfogyasztás során. Annyira ettől sem félünk. De való igaz, hogy ahogy korábban is veletek beszéltük, hogy a tiszta vízfogyasztás javasolt, időnként gyümölcslevet is fogyasztunk. Cukorbetegséget vagy ilyen problémákat ez igazából nem okoz, de való igaz, hogy fajlakosan nagyobb mennyiségű cukor van benne, amelynek egy része gyümölccukor. És ez káros? Tehát, hogyha a gyerek ezt nap megissza, akkor... Szerintem nem. Nem káros. Tehát én örülnék, hogyha minden gyerek a nap folyamán meginna egy pohár frissen préselt narancslevet, erről ne beszéljük le a gyereket. A mai üdítők világában ez nagyon nagy hiba volna részünkről. Csak a szülő készüljön fel arra, hogy utána közvetlenül ugye nem mosunk fogat, de ettől beteg senki nem lesz, azt gondolom. Azt írja, hogy egy friss tanulmány bebizonyította, hogy azok, akik gyümölcsöt ettek, kevésbé voltak kitéve kettes típusú diabétesznek azokkal szemben, akik gyümölcslevet ittak.
Miután a juice fogyasztók egy része rászokott a gyümölcs evése, 7%-kal csökken náluk a betegség kialakulásának kockázata. Tehát kvázi tulajdonképpen, ha minden nap iszik a gyerek, akkor én kiteszem annak, hogy ő cukorbeteg legyen, mint inkább egészben enné meg az almát. Nem. Nem. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az naponta mondjuk 2 liter gyümölcslevet kéne meginni. Aha. Másrészt a cukorbetegséget nem a cukorfogyasztás okozza önmagában, ugye ez régóta ismert, hanem a zsíros, fehérjedús ételek, és azok után elfogyasztott édes sütemény, tehát maga a cukorfogyasztás. Hát hány ember van az országban, aki óriási mennyiségű cukrot fogyaszt, és soha nem lesz cukorbeteg? Jani, tudsz ilyet? Nem tudom, kiről beszéltek. Nem őre gondoltam, de nem egyértelmű. Tehát ez megint egy olyan statisztika, ami nekem furcsa, hogy mindent és mindennek az ellenkezőjét igazolni lehet. Én vigyázni szoktam a statisztikákkal, nem is hallottak a számból túl sok statisztikát igazából. Nem, egyébként tényleg nem. Szóval ettől nem lesz cukorbeteg a gyerek, sőt. Nem, azt gondolom, hogy nem. Na most amikor a családban van diabéteses nagyszülő vagy szülő, akkor azért azt mondom, hogy jó vele vigyázni, mert valószínű örökölte a hajlamot a gyermek az unoka. Természetes, hogy ahol a családban van diabétesz, egyes vagy kettes típusú diabétesz, ott nyilván nem fogok adni a gyereknek szűrt almalevet napi 1 literes mennyiségben. Tehát így értsetek, amit mondok, de cukorbetegséget kifejezetten ez nem okoz. Azt írja, hogy a gyümölcslevek magas savtartalmuk lévén ugyanolyan veszélyt jelentenek, mint a cukros üdítők a gyerek fogazatára. Ez lehet, hogy valami üdítőgyár szponzorálta ezt a cikket egyébként, nagyon, nem? Nagyon úgy tűnik már, mert lassan. És a cikk konklúziója, 1 liter cukros kóla minden nap, gyerekek, konlexál se. De tényleg, ugyanolyan kockázatot rejt, mint a szénsavas üdítő italok. Ez pont azért nem igaz, amit mondtam, hogy a gyümölcsökben olyan aromák, olyan gyümölcs természetes szerves savak vannak, amik nincsenek benne az egyéb szénsavas cukrozott italokban, amelyek révén a szervezet érzékeli a természetes savakat, és megtermeli a lugosító nyálat, de igazából más üdítőknél ez nem mindig igaz. Ráadásul nincs bennük szénsav, és ne felejtsük el, hogy a szénsav és az intenzív foszforsav elég maró hatású azért a fogakra, de ez nincs benne, ezek nincsenek benne igazán a gyümölcslevekben. És egy utolsó, hogy amikor egészben eszük erre, lehet, hogy már félig meddig reagáltál, akkor a nyál megkezdi azok feldolgozását, mármint ugye az egészben megevett zöldség gyümölcs feldolgozását, az étel áthalad az emésztési folyamat minden lépcsőfokán, a folyadék azonban kikerüli annak egyes állomásait, így nem aktiválják a jólakottság érzését, kvázi, tehát éhesebbek leszünk, vagyis elhízunk, a gyümölcslevet iszunk. Nem rossz. Azért, ha megnézzük a gyümölcslevnek a kalóriatartalmát, azért látjuk, hogy elég magas. Tehát azért vigyázzon az, aki gyümölcslevet fogyaszt a napi étrendje mellé, mert valóban ezzel akár napi 500 kilokalóriát is fölvehet. A gyümölcsökben vannak természetes cukrok, ugye senki nem mondta, hogy nincsenek. A gyümölcslevekben koncentráltan vannak cukrok és szerves savak. Tehát aki mondjuk úgy fogyasztja a gyümölcsleveket, hogy a napi 1500-2000 kalóriás étrend mellé, ott a gyümölcslé már lehet, hogy hízlalhat. Ez tényleg furcsa. Ugyanakkor a gyümölcslének lehet egy zsírmobilizáló hatása is, ami miatt ezt lehet, hogy gátolja. Tehát én nem láttam egyébként embereket meghízni gyümölcsléttől még. Viszont a kérdésfelvetés azért jó, mert itt merül fel, hogy miért fogyasztjuk a gyümölcsöket inkább mondjuk a kása mellé. Tehát lehet, hogy szerencsésebb, mondjuk most hoztam nektek ilyen zabkását karottkrémmel, és hogyha ezt egy pici, amikor már hűl ki a zab és keményedik, szilárdul, akkor egy pici narancslével megduzzasztom, akkor a zab megvédi teljesen a gyomrot például. Hm. Ez nem azt jelenti, hogy önmagában fogyasztva narancslé nem jó, de például így fogyasztva teljesen védelmet nyújt. És mi van azokkal a felnőttekkel, akik megveszik ezeket a dobozos 5 litereseket, és megisznak 1,5 litert? Azzal a bevitt gyümölcs cukor felszívódik, vagy az már káros cukormennyiségnek számít? Nyilván nem ugyanaz, hát mint a finomított cukor. Nem szoktunk ennyit inni, akkor már inkább együnk almát, illetve most például tavasszal azért én magam is fogok végezni egy ilyen légúrát. És nem félek attól, hogy az valami veszélyt jelent a szervezetre, de minden nap én nem fogyasztanék ki egy másfél liter. Mert ez olyan kirakodott nyomot tényleg, egy pohár, egy óra múlva megiszom még egy pohárral, tehát egy 3-5 literes kiszerelésekben vannak ezek a különböző gyártóktól kaphatóink is dobozos üdítők, hát ez úgy csúszik, nem? Lecsúszik. A gyümölcsöknél azért alapszabály, hogy nyers formában fogyasztjuk el őket, azért ez tény. A pektinek és a pufferolorostok miatt, a zöldséglevek viszont kifejezetten jók, egy sárgarépa, cékla, amiről beszéltünk korábban, a paradicsomlével is ugye vigyázunk, de betegséget ezek így nem okoznak. Hogy mindig legyen otthon elég. Igen, kalória értékében azért vigyázzunk, mert bizony megközelíti a cukros üdítőket, de a felszívódása lassabb, a glikémiás indexe alacsonyabb egy gyümölcslének. Tehát jobb azért a fruktóz. Mindenképpen jobb.
Tehát jó fölhívni a figyelmet arra, hogy ebből sem iszunk litereket, ennek is van hátránya. A cikk egy kicsit túlmegy a határon, és fölhasználja a szakemberek adatait arra, hogy lebeszéljen, megijesszen. Ezt nem szabad. Hát jó, örülök, hogy azért ezt cáfoltuk. Tehát tényleg a rovat végét jelentette volna, azt mondta, hogy gyerekek. Hát gyerekek, ez van tényleg, senki már gyümölcs levet se. Ugye? Tehát ott és egyszer... olvasd el, hogy kiírta a cikket, Tóth Gábor. Én nem hiszem, hogy fontos a rostos. A rostos gyümölcs tényleg nem a szűrt, mert a mikrorostos szerkezet révén azok a kis pektin mikrorostok, azok azért védenek. Persze. Na jól van. Jó, megnyugodtunk akkor. Mit reggeliztél, Gábor? Én most azt ettem, amit hoztam is nektek, kitűnő karobkrém, remélem, hogy íz lett, egy kis vaníliás, fahéjas kis kókuszsírral készült, hogy kenehető állományú legyen, és zabkásával, listejszínnel készült zabkásam, és igazi jó erdélyi székelyföldről származó hecsedlilekvára 100%-ossal hoztam. Bízom benne, hogy a népszerűség indexe magas lesz számotok. És mindezt a tiszai vegyi kombinátból származó műanyag tálcát állat. Nem ezek papírtálcák voltak. Igen, azért egy jó vastartalom növelésére, nem a gyerekben. Fel is megkóstolta, bár úgy emlékezem, azt mondtad, hogy talán minden nap nem ennél. Hát nem minden nap, egyszer jó volt, köszönjük szépen. A múlt heti sós az nálam nagyon bejött, én nem bírom ezt az édeset reggel megenni. A karóporból készült ilyen csoki krémen, az zseniális, de ez az zab, gyerekek, ezt aki ez kitalálta. Óriási kaja, imádom. Tényleg óriási volt, imádom. Se íze, se bűze, még a hecsedlélek. Harapjám elé kolbászt. Az, ha lett volna, ha hozott, ha vagy, de hülye volt, nem hoztam. Szeljem elé sompát, ízlelőrendszerében már olyan tompulásokat elérhetsz. Biztos lehetsz az én ízlelőrendszerembe, hogy ez olyan működik? Tompa, hogy mint az állat. Nagyon jó, így, ahogy van. Nincs füstizott, már nem csúszik le sem. Érdekes, azért nem sokan szaladtak oda az asztalhoz, nem úgy, mint amikor én hozok reggel. Itt Zsül is nyugodtan üldögélt itt, hogy zab van kint, tehát hogy nem indult meg. Jó, de a Zsülnek hatkor leesett a vércukra, sem tud fölállni. Nem, de jó kezek. Biztosan nekem ízvilágában kicsit tompa. De. És mit szólnál egy fokhagymás tökmakrémhez jövő héten? Nagyszerű lenne. Kis füstölt gabonakorbászt tehetek bele meg? Gábor, nem bonyolítsd. Hozzá kóbászt. Mit is mondtad? Erőlködsz itt. A sós az jó volt a múlt hét. Disznót hozzá neki kóbászt. Nem vág, mert ahhoz nem ért, nem szereti, nem akkor csinálja. Vegyél. Majd azt én megcsinálom. Hozzá kóbászt. Hozok akkor valami sósat jövő héten, ami erőset. Nem, kettők az édeset szeretik, én megoldom magamtól, jó. Köszönöm. Hozzad ezzel, hozzá nekünk, mi mindennek örülünk. Én nem akarok Ferinek szomorúságot okozni. Nem okoztál szomorúságot, megkérdezted, hogy milyen volt, elmondtam, hogy a karobkrém az jó volt, nekem ez a zab túra, amit te itt nyomsz, az nekem egy kicsit kevésé, tehát ingerszegény környezetet jelent számomra a zab, a múlt heti jó volt, azt is elmondtam. És mi volt a múlt héten? Mit hoztál múlt héten? Ilyen valami sós... Zakuszkás. Más paradicsomos krém volt. Viszont egy kis tormás mustot, vörös mustot hoztam neked. És azt nagyon köszönöm, mert azt jövő imád. De akkor jövő héten hozzá valami erős sósat, mondjuk a növényi Norbit izzadtam. Jaj. De ő növényi. Ja. Ládásul, ugye? Szerinted véletlenül. Feri nem fogja megenni, mert növényi. Az nem lesz jó. Jól van, Gábor, köszönjük szépen, köszönöm, hogy itt voltál. Hasznos volt. 9 múlt pontosan 6 perccel, 3-as ugrással jövünk. Ha valaki szeretne velünk játszani, jelentkezzen SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3-9 múlt pontosan 4 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Ma majdnem elvitte a kocsim hátulját egy nő vagy 50-nel, mikor lassan tolattam ki a parkolóból, tényleg annyi idő alatt ért mögém, amíg a másik irányba néztem, a piros lámpánál mellé érve habzószájjal ecseteltem neki a problémát, mire halál nyugodtan csak annyit mondott, ha te tolatsz, neked kell figyelni, gondoltam, viszont ha kitépem a hajad, neked kell parúka. Üdv, Kriszta. Tehát amikor két nő találkozik, nem? Azért ez milyen szép élethelyzet így a csütörtök reggelből, hogy két nő majdnem összeverekedett. Hadd kérdezz meg, nem értek hozzá, nincs jogosítva, hogy meg is fogják írni a hallgatók, de hogy tényleg nem annak kell figyelni, aki tolat? Hát ha 50-nel ment közúton, akkor gyakorlatilag tökéletesen teljesítette azt, amiket. Tehát 50-nel mész, már nem ő, hanem azt írta, hogy a másik autó jött 50-nel. Igen. Tehát 50-nel lehet menni, ha te meg egy utcafrontról nyíló garázsból tolatsz ki, az igen véleményes. Igen, érdekes a dolog, ha nem láttuk a helyzetet, amikor két nő egymásnak esik, azért azt tud kemény lenni. Nálam ugye Kriszta, tényleg nem ismerjük az összes részletet, lehet, hogy egy picit te is hibáztál ebben a dologban. A csajbunyó, nem? De azért az mindig érdekes, amikor nők a közlekedési lámpánál kocsiból kipattanva ölik egymást, azért ez érdekes. Cicabox, az óriási. Igen, na, játszunk, itt van a játékosunk, és hármas ugrást játszunk már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki!
Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok fiúk, Laci vagyok, Dunaivárosból. Laci, hello Laci, mivel foglalkozol Laci? Én vért szállítok itt a környező falukba, amit levesznek a különböző helyeken, azokat én szállítom be Dunaivárosba, a kórházba. Vérszállító vagy? Így van. Én vagyok a vámpír, a vérszállító. Vérszállító, igen. Egyszer ütköztem egy vérszállító autóval, az nem volt jó. Hát azt gondolom. Mondjuk az érdekes egyébként, mert én, hogyha vért látok, akkor én is egyből ájulok, de úgyhogy ez egy érdekes dolog, de szeretem csinálni amúgy. De az acskóban van akkor, nem? Vagy be van csomagolva, és nem látod, hogy ezt hogy tudod akkor csinálni? Gondolom, nem, hát, nem látom, nem? Őket, mert ilyen kis üvegcsébe vannak, de látom őket, de így nincs baj, hogyha üvegben van, de akkor baj van, hogyha látom, hogy folyik a vér. Elájulsz? Érdekes, igen. El is vágódsz? Elájulsz? Hát, most már nem, régebben volt, még fiatalabb voltam, amikor még gyerek voltam, akkor igen. Azért érdekes lenne, Lacikám, vidd el ezt a plazmát. Laci, ne csináld már, kelj már föl 8-ra, oda kell érni, ne bohockodj már. Te meg fekszel a földön, igen. Mit akartál rákérdezni, Jani? Hogy ilyenkor időbeli korlátozás van? Tehát megvan neked szabva, hogy mennyi idő alatt kell időérned, odaérned a célállomáshoz? Hát igen, azért megvan szabva, igen. Tehát azért a vért nem lehet úgy vinni. Tehát most én elindulok reggel ilyen 6 óra fele, fél hét, és akkor nekem legkésőbb 10-ig vissza kell velük érnem a laborba. Tehát nincs, hogy gyerekek, péntek van, majd hét. Nincs, szó sincs ilyenről. Hát azt nyilván nem lehet, persze. Jól van, van, aki segít? Egyedül vagy többen vagytok? Egyedül vagyok, most éppen kulcsom vagyok, onnan jöttem ki a rendelőből, úgyhogy most egyedül vagyok az autóban, úgyhogy várom a kérdéseket. Milyenek, Jani? Szó. Szerintem menni fog. Hát arra mondjuk egy picit nehezebb, hogy ezt már megszokhattátok, de szerintem menni fog. Na nézzük. Így szól az első kérdés. Hogy hívják az óriás kígyót a Dzsungel könyve című Kipling műben? Hát ha minden igaz, akkor K-nak hívják. K, így van. Nagyon jó. A válasz. Oké, mehetünk tovább? Mehetünk, igen, várom a következő kérdést. Mi a fő feltéte a pizza funginak? Gomba. Gomba, így van. Na? Hát, kicsit izgulok, megkérdezem, hogy milyen jellegű a harmadik kérdésetek. Jansua, kérlek tálald a harmadik kérdést. Azt mondja, hogy tele van kíváncsisággal ez a kérdés. Figyelj, szerintem... Igen, nagyon kíváncsi voltam, amikor írtam. Figyelj, igen. Menni fog. Tehát higgyél magadba, bízzál magad, hogy az első kettőn annyira átszáguldottál, hogy szerintem van tempó, van tudás. Mert aki a fungit tudja, azt hát figyelj, jó, próbáljuk meg, aztán legfeljebb majd bumbozok egyet. Persze, legfeljebb nem nyert semmi. Jó. Igen. Így szól a harmadik kérdés. Melyik amerikai város sportcsapatai a Cowboys, a Mavericks és a Stars? Dallas. Az, na voltam én. Azaz, nagyon szuper. Jó vagy. Jól van. Ugye amerikai foci, kosárlabda és jégkorong. A jégkorong segített, mert azt azért szeretem, a jégkorongot. Meg azt hiszem, hogy egyébként ott van még a Texas Rangers is. Azok hát is. Ezen nem fogunk összeveszni, ezt nem tudom megmondani. Nagyon jó volt, Laci. Hát ezt így kell csinálni. Hát köszönöm szépen, igyekeztem. Megvan az ajándékcsomag, benne van minden, amit tudunk. Dedikálunk szerintem ezekből az órát. Uh-huh. A sapkács állatapasztartot ugye mostában nem szoktuk aláírni, nehéz is egy kicsit, de a Morning Show sóra az dedikálva lesz, és többféleképpen tudod használni, falra tenni, kitámasztani, megbillenteni, ez egy konzerves doboz, nagyon jól néz ki. Nagyon egyébként. Szuper, okés. Az a lényeg, hogy amikor kinyitott, csak félig húz le, hogy a teteje is rajta van. Nagyon sokan kinyitják teljesen, akkor már ugye kezükben marad a tető, uh-huh. De az úgy néz ki jól, mint amikor egy félig kinyitott konzerves doboz, tehát a felét hagyd rajta, és ott van mögötte az óra. Jól néz ki. Oké, okay, ráadásul ugye azt dedikáltuk a tetőt, tehát hogy igen. Annak az eszmei értéke az hatalmas. Oké, rendítek. Oké, rendben. Köszi a játékot. Én köszönöm, srácok. Szép napot. Hello. Ciao. Hello, hello. Ájulásmentes. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azért az keményen elájul. Az. Azért az milyen meló, hogy elájulsz a melódtól, nem? Meglátnék egy mikrofont és elájulnék. Sok orvosnál egyébként azt mondják, hogy... A buszvezető meglátja a kék buszot, nem akarom látni, ha már benne ülök, nem akkor baj, csak nem láthatom. Azért az kemény. Az orvosok le is azt mondják, hogy amikor ugye elmennek a különböző irányokba, amikor specializálódnak, akkor az előtt a nagy vízválasztó az az első boncolás. Tehát, hogyha azt végigbírod, akkor bírsz mindent? Kedves lennő kollégák, gyűjjenek. És azonnali buktam, vége akkor lennem. Magából fogorvos. Igen, 5 perc pontosan 9 óra jönnek Ákos legfrissebb hírei, mi pedig jövünk az utolsó 1 órával a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 10 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Király hello. Viktor. Király Viktor. Király, már nem tudom melyik dal ment, csak ránézek a monitorra, de akkor a Király Viktor dal ment le. Ez az új Király Viktor dal. Ráadásul őt kedveljük, egy tehetséges film kifejezetten. Az egész király család szerintem nagyon tehetséges. Igen, jó énekesek. Szeretjük őket. Karolina úton új trafi van. A páratlan oldalon Stuk küldte nekünk, milyenek az M7-esen Budapest felé Siófok után. Jaki üzeni, 86-os főúton Pósfabel területén szintén trafi. Karolina 39 előtt a 11-ben szintén trafi, gyerekek. Szendrő Ládon, szintén trafi, Balatonfegyvesi kihajtó M7-es trafi. Én mondom, hogy hol te, csak ne az én hangom legyen mindig, jó? M7-es Balatonfegyvesi kihajtó. Trafi. Tunyogmatolcson. Trafi. Szendrő Ládon. Trafi. M7-es 169-es kilométer. Mérnek. M5-ös Szeged felé Kiskunfél egyháza lehajtó. Trafi paxom. Próbálj mindig szinonimát mondani, úgyhogy nem ismételheted magad. Jó? Azt mondja, hogy 98-as kilométer és az 58-as kilométer, valamint az 50-es kilométer M7-es. Dolgoznak a Lendi éperőrei. Mondoron a 4-es főúton. Ott áll a kékfehér autó. A Vabi parkolójában. Megvillognak, ha arra jársz. Így fogjuk csinálni. Nyűci és Nyaki küldte nekünk. Tunyogmatolcson a Győrtek felől érkezőket. Drága fotó készül. Gyerekek, tulajdonképpen meg vagyunk. Semmi más nincs, az egész országban rendben van a közlekedés, mindenhol. Trafi. Ja, ez már hülye vagyok. Hát milyen szép befejezés lett volna, ha még mondasz valamit. Igen, gyerekek, tényleg vigyázzatok, jó? Tehát, hogy mérnek trafi és minden más, amit el lehet mondani. Azt tudtátok, de hogy tudtátok, de elmondom, mert ez érdekes lehet, főleg Balást érdekelheti az információ szerintem, hogy Szendrő Ládon élt egyébként az a német Jenő nevű remete, aki úgy ásott ki egy várat a közeli hegynek a tetején. Miért mondtad, hogy engem érdekel? Azért, azt hittem humorizált, hogy vár. Nem, igen. Most komolyan. Most jön, hogy megálmodta. Ő nagyon gyakran voltak látomásai. A szocializmusban élt egyébként, és egy olyan remete volt, aki akkor közönséges munkakerülőnek volt egyébként így bélyegezve, nagyon fura emberke volt, és neki meggyőződése volt, hogy az előző életében itt a közeli hegyen, pontosabban azon a hegyen található várban élt. És nagyon sokszor voltak látomásai is ezzel kapcsolatban, és ez az ember egy idő után kiköltözött szépen Szendrő Ládról, felment a hegyre, és elkezdett ásni. És tényleg volt vár. És ott van egy vár. Ott van egy vár, egyébként még a szakirodalom is úgy nyilatkozik erről a bizonyos történetről, hogy fogalmuk nem volt róla, semmilyen oklevél, semmilyen történelmi bizonyíték nem volt arra, hogy valaha ott lett volna valami. Egyedül a német Jenő volt az, aki ezt állította hosszú időn keresztül. Igen, de úgy is hívják, hogy a Szendrő Ládi remete, ugye? Igen, tehát, hogy ezt mondják róla, igen. Pontosan. De nagyon érdekes sztori egyébként, hogy honnan a fenéből érezte, ha nincs előző élet, hogy ott van egy vár, és hogy ő élt abban a várban, csak aztán nem dokumentálta, vagy volt valami, nem készített róla dokumentációt, és csomó minden eltűnt. Tehát sok szép lelet semmi. Tárták egyébként föl magát a várat, de képzeljétek el, hogy egészen pontosan neki a fejébe volt az, hogy melyik épület hol helyezkedett el a váron belül. És volt olyan, hogy felmentek együtt mondjuk azzal a szakértővel, azzal az orvossal, aki foglalkozott vele, és azt mondta, hogy itt állt egy kis házikó. Elkezdtek ásni, és ott volt a házikó. És ott voltak a házikónak az alapjai. Azt mondja, hogy itt a kapu volt, elkezdett ásni, és ott volt a kapunak a maradvány. Na most lehet, hogy előző évben fölment és fölépítette be... temette földel is. Ez lehetett a megoldás. Megdöbbentő egyébként a sztori. Na most ugye, amikor én elmeséltem egy hihetetlen történetet a 3 éves kisfiúról, aha, a Drúz kisfiúról, hangosan kacagtatok. A többi ugye? Az hazugság. Hangosan kacagtatok. Most én áhítattal hallgassam a remete történetét, és mondjam azt, hogy persze, nyilván megálmodta, hogy van ott egy vár, elkezdetást, és pont ott volt egy vár. Amikor ugyanezt elmeséltem arról a Drúz kisfiúról, aki egyébként elmondta 3 éves, hogy ölték meg, hol van egy gyilkos fegyver, hol van az ő saját holteste, 3 évesen visszavitte a szüleit abba a faluba, kiásták a falu mellett a házat, és ott volt egy csontváz, és azt mondta, hogy ássatok 50 méterre arrébb, ott van a balta. És megvolt a balta, és ezt dokumentálták, és ebből könyvet írtak. Két cinikus, hitetlen, ezt a szép történetet lábbal tipró emberrel ültem itt. Most azért, akkor mit csináljak? Milyen intelligens vagyok, hogy áhítattal hallgattam a Szendrő Ládi remete történetét, majdnem megkönnyeztem. Te kis nyomorult történeteidben sehol nem volt egy vágy. Minden kapja fel a fejét az ember. Érdekes, hogy egyből lélekvándorlása van benne egy vár. Egy Drúz kisfiú mondja egyébként, hogy megnevezi a gyilkos nevét, hogy ezt a könyvet el lehet olvasni angol nyelven, hogy ezt tényleg dokumentálták, hogy egy doki visszament és leírta, dr. Eli Lásnak hívták a dokit,
és ő írt ebből egy könyvet, hogy mit mondott, az persze, na az persze, akkor hülyeségeket beszél. Van benne egy vár, vezetsz elő, amikor egy várnak a konyhájában dolgozott valaki, akkor az mind a kettőnket fog érdekelni. Így meg már egyből hiteles, hogy van benne egy vár. Egyébként a sztorit ismertem, tényleg megdöbbentő. Honnan a fenéből tudtad? Honnan? Ugye? És köszönöm szépen, hogy ilyen intelligens vagyok, hogy ilyen szépen végighallgattam ezt. Köszönöm szépen, hogy ellentétben veletek a drusz kisfiú pont két héttel ezelőtt felvezetett történetén, amikor lábbal tiportátok a sztoriba. De nem, lábbal csak beletöröltétek a lábatokat a történetbe. Igen, de ez a 60-as, 70-es évek, ugye? Ez egy kicsit régebbi sztori, bocsánat, hogy ezt is tudom, de hogy jól emlékszem. Nem? Ezt már egy régebben mesélted egyébként. Ő egyébként egy ilyen, úgy lehet mondani, ő egy nagyon hívő ember volt, talán mostanában azt mondanak, hogy vallási fanatikus volt, és hát ugye nem szívesen dolgozott, rendszeresen széttépte egyébként a személyigazolványát, és emiatt nagyon komoly problémái voltak a hatóságokkal, és egy idő után azt mondta, hogy hát egy idő után ugye beszámíthatatlannak, bolondnak titulálták, de ez nagyon nagy megdöbbenést váltott ki akkor tájt, ugye olyan archeológus, meg régészeti körökben, meg történészi körökben, hogy van valaki, akinek semmi köze nincs a szakmához. Éveken keresztül állítja, hogy ott van egy vár, mindenki mondja, hogy jó, Jenő bácsi, kevesebbet kellene inni, vagy még hogy a gyógyszert bevenni, és aztán szépen kiásta azt a várat. Sajnos azóta sem sikerült azt helyreállítani, persze, azt a romocskát, de... Szép történet, a drusz kisfiú meg smafu. Nem, smafu, persze, azt nem mondtuk, csak az egy kamu. De mehetünk tovább, van valami még. Gyere itt az a rohatló, vagy... Gyerekek, azt hiszem, hogy túl sok a kultúra és túl komolyak vagyunk, úgyhogy hagyd szakítsa meg ezt a szép gondolatmenetet, valami szintén nagyon mélyen szánt a dologgal, ha már ennyit beszéltünk a kultúráról, és kicsit komolyabbak vagyunk, mint szoktunk lenni, térjünk vissza a saját IQ szintünkhöz, és hagyosszak meg veletek egy fotót, amit tegnap csináltam, hogy perverz vagyok-e vagy nem, azt nem tudom, de a férfi WC-ben készítettem el ezt a fotót. Jól hangzik. Igen, hát... Egyedül voltál, vagy más is volt ott, mert így már végig izgalmasabb. Csak az Instagramos elitnek. Szóval, gyerekek, ebben a történetben nem az a megdöbbentő, illetve az is megdöbbentő, ami fogadott a férfi WC-ben, a saját férfi WC-ben ebben. Az a megdöbbentő, hogy ide nem jutnak be, vagy csak nagyon nehezen azok, akik nem itt dolgoznak. Vendégek a legritkábban vannak itt, nem mindig itt tárgyalnak. Itt azok vannak, akikkel mi találkozunk, kezet fogunk, itt vannak közöttünk, ezt valamelyikünk követte el. És most keressünk egy szép szót, hogy mit tudunk használni, és mostantól kezdve úgy csináljuk ezt a megszólást, hogy ezt a gyönyörű szót, mindenki mondhat egy javaslatot, helyettesítjük be, hogy én mit találtam a férfi WC fajanszában. Várjál, már Csabi sarkon fordult, ahogy meghallott a témát. Pedig már csak... Na, tessék, mondjuk egy szép szót. Hát nem tudjuk, mit találtál. Akkor mutasd meg a képet. Legyen mi a nem szép szó, mondjuk, legyen mondjuk... Mi használt papír zsebkendő? Nem, mert valami szépet. Ami... Igen? Tubarózsa. Tubarózsa! Aha. Jó. Egy szép tubarózsát találtam. Tubarózsa illatos és szép. Hát, jó. Kinek okay. Mi a szóval? Én mondom, az illatos, érted? Hát szokták mondani. Én mondom a lehajló nyírfaágat. Jó? Jaj, lehajló nyírfaág. Te? Mondhatod, és akkor eldöntjük, hogy melyik legyen. Aztán lehajló nyírfaág, tubarózsa, akkor... Szalonna. Igen, erre gondoltam, hogy valami illatos, szép anyag. Tokaszalonna. Nagyon finom. Jó. Csécsi szalonna. Csécsi szalonna, jó. Melyik legyen? Lehajló nyírfág? Lehet a lehajló nyírfág, gyönyörű. Az olyan szép. Abban van egy kis... Az festői, költői. Nem akarom megnézni. Kikérem magamnak, hogy olyan emberekkel dolgozom együtt ebben a rádióban. És most körbeadnám a fotót. Nem tudom, hogy Facebookra ilyet fel lehet tenni, vagy azonnal letiltanak bennünket, kiraknak és megszüntetik a Morning Show oldalt, és beszántanak bennünket soha. Az Instagramon érteni fogják. Az az emelkedett közösség. Nem merem ki. Elit. És már mindenki kezdjen ezen gondolkodni, hogy kinek van olyan kollégája, aki elviselhetetlenül, gusztustalan dolgokat csinál, vagy azért, mert vakarózik, vagy azért, mert fültisztító pálcikák esnek ki a zsebéből, vagy azért, mert nem fürdik, vagy azért, mert úgy eszik, mint egy malac. Tehát erre kerekítjük majd, ki már jöttek az SMS-ek, hogy kinek van elviselhetetlenül, gusztustalan kollégája. Tehát ki az az ember, mondjátok meg nekem, aki bemegy a WC-be, és úgy, nem, Feri már meglátta a képet, nem. És úgy fektet le egy lehajló nyírfaágat, hogy úgy hagyja ott a lehajló nyírfaágat.
Ne mutogass már! De én ezt lefotóztam, mert ez az ember itt van köztünk, ezzel az emberrel te kezet fogsz, ez az ember reggel idejön és rád mosolyog. Feri, nincs ebben semmi kollegalitás. Feri, de tényleg komolyan mondom, álljál már ki magadért, hogy ez az ember... Ne ez csak itt dolgozz, ez egy család! Miért nem vagyunk egymásra annyira tekintettel, hogyha bemegyünk, emberek vagyunk, 7 milliárdan, mindannyian rákuporodunk a fajanszra, idősek, fiatalok, szép nők, gyerekek, férfiak, mi is, mindenkiben az a közös három dolog, hogy meghalunk, hogy boldogak akarunk lenni, és lehajlítjuk a nyírfágat. És rákuporodunk a fajanszra, hogy lehajló nyírfágat tegyünk bele. Megnézem. Hogy ezt hogy hagyod? Miért hogy lehajlod a kezem? Én nem merném megfogni a saját telefonomat sem. De tényleg tudom, hogy beteg vagyok, le kellett fotóznom, mert az eszem megáll. Hogy követed el a kollégáid ellen ezt a szemétséget, hogy ott hagyod? Úgy, hogyha ez egy vasúti... Nincs rajta papír, gyerekek. De mi hát az ez... mögötte? Tessék? Gyerekek, ez az ember itt van köztünk. Nincs rajta papír. És a nagy kérdés, hogy a lehajló nyírfaág, és továbbra is így kérdünk, mert ez nagyon... Ez egy lehajló nyírfaág. Gyönyörű. Vastagabb nyírfaág. Lehajló nyírfaág. Letakarod ezt a lehajló nyírfaágat egy lehelletnyi kis kéztörlővel. Egy darabban. Jön a kérdés. Hogy ment ő haza? Mi történt ezután? Oda jött, megnyomta a mikrónkat, és megmelegítette benne az ebédjét? Hozzányúlt a hűtőszekrényhez, bement a szerkesztőségbe, kiment, nem, az történt, felment. Roli, téged keresek! Roli, megjött az esti beszélgetős feleged, Roli, jövök. Hogy tényleg, tehát komolyan mondom, gyerekek, hát itt kultúremberek dolgoznak. Hát itt van több szerkesztőség, több mindent történik itt, ugye? Azért ez egy érdekes dolog. Ki az, aki mostanában távozott a rádióton, és akár bosszú is vagy? De hogy komolyan mondom, hát ennél nem vagyunk egymással jobb viszonyba, Feri, mint hogy ezt elkövess. Tényleg, nem borzasztó? Hát nézzük meg, hogy emberek vagyunk, ugye? Sajnos ezek a kollektív dolgok bennünket összekötnek. Zsolt, nem arról volt, hogy minden cuccod viszed? De tényleg, gyerekek, hát ráülsz a budira. Ugye mi történik? Emberek vagyunk, erről kell beszélni. Megtörténik a lehajló nyírfaág, elhelyezés. Milyen szép szó ez, lehajló nyírfaág egyébként. És utána megtörténik a dolog, használsz bizonyos dolgokat, kezet mosol, visszanézel, és úgy hagyod ott a vécét, ahogy azt elfoglaltad. Ugye van egy ilyen kimondatlan policy, hogy ahogy átvettem, úgy próbálom ott hagyni. Mit csinált azzal az egy darab? Nem mutogass meg, kérlek. Feri, most pont te? Hát, nem, mert azért nem lehettem én, Feri, mert ha Feri. Én vagyok, akkor kukoricacsutka van mellette, tudod? Mert nálunk még, nálunk azt használjuk vidéken. Meg a Feri lett volna, te nem jössz ki ebből a WC-t. Az rád veti magát az a nyírfág, beállóz. Ott letérdez és eldőlsz. Szóval gyerekek, lehajló nyírfág, nem tesszük ki. Én nem akarom. Ez figyelj, nem lehet, a fotó, az Instagram közönség egy elittársaság. Kevesen vagyunk, 30 ezeren, de nem. De álljon ide és mondja el, hogy ő volt. Tessék, Juli. Juli, te... és ugye az az érdekes, hogy tényleg bemész egy plázába. Ott azért... Lesz, mit beséli este a gyereknek lefekvés előtt. Hát küldöm e-mailbe, ha gondolod. És kicsit elbizonyítanom. Én vagyok a beteg, hogy ezt lefotóztam. Dehogyis, ne viccelj. Hát ember nincs, aki ezt lefotózza. Egy vasúti átjáró, egy vasúti megálló, egy utas ellátó... Az én mikro SD már tele volt sajnos. egy utas ellátó budiában is még azt mondod, hogy meglepődsz. De hát ilyen gyönyörű lehajló nyírfága, és utána itt gyerekek, kezet fogunk, jövünk, beszélgetünk. Bizony, ugyanazt a pultot fogja, amit te is. Nem, nem biztos, hogy műsorvezető volt. De nem tudjuk. Nem tudjuk, sokan járnak azért. Ide tegyük hozzá, hogy azért ugye itt van egy biztonsági rendszer, de hát mégis most, ha úgy nézzük, akkor itt 4-5 szerkesztőségből lehetett valaki. Ugye? Hát, kire gondolsz? Hogy van ez? Figyelj csak, az a bajom ezzel a fotóval egyébként, hogy én nem fogom adom el bizonyítéknak, itt több hallgatós írja, hogy legközelebb szelfizbe. Tényleg. Mert így nem is hiteles, hogy te csináltad. Igen, nem volt témánk, elővettem egy fotót a családi archívum, és gondoltam, hogy bemutatom nekem, néztem, Benny, Noel, Benny lába, Noel keze, Decuki, 2 hónapos, 3 hónapos, itt van! Igen, ez az. Erről beszélünk 9 óra után. De ugye a hallgatók nem is tudják egyébként, hogy ez valójában, ez a fotó tényleg ebben a WC-ben készült. Ez lehet, hogy nálatok készült.
Ha te telefonodon van. Jó, a fotó elkészítésének története az annyi volt, hogy állok az üdítő pultnál. És van még egy szintén nagyon beteg kollégánk, aki velünk dolgozik, úgy hívják, Laci. És én üdítőt akartam menni, vagy vizet akartam menni, és ezt csak azt mondom, hogy Balázs! Gyere már! Nincsen találtam! Gyere már be! Mondom, Laci, nem akarom látni. Laci, tudom, nagyjából gondolom. Nem, Laci, nem. Vannak gyerekeim, látni akarom őket felnőni. Nem, ezzel fogok álmodni. De ezt látnod neked kell! Neked több meg a pixeled van, mint nekem! Mondta ezt egyébként olyan örömmel, mint amikor én elmegyek Szenteste, és meglátom, hogy mit kaptam a feleségemtől, kibontom az ajándékát. Ember ennyire nem örült ennek. Gyere, fotózd le! És azért csináltam meg, mert tudtam, hogy ebből akkor már holnap témát csinálunk a gyerekek. Tényleg komolyan mondom, hogy ki csinál ilyet? Tegnap és mi az egy darab kis kéztörlő, ami egy ilyen lehajló nyírfágnál azért legalább három csomagnak kéne elfogynia. Hát hogy van ez? Nem hiszem egyébként, hogy ő rossz indulatú volt. Pont lehet, hogy arról van szó, hogy ő megnézte, és rájött, hogy ehhez a víztakarékos dömötör kevés lesz, és elment egy gőzborotváért. Igen, azt mondta, hogy van... még vissza. Megnézte a telefonját, azt mondta, van-e mobil autómosó, van, kihívom őket, mert itt csak a gőzborotva segít. Szóval... úgyhogy jönnek a kollégák, és mindenki rázza a fejét, hogy nem, persze. És mikor fotóztad? Tegnap? Tessék? Tegnap fotóztad, vagy tegnap előtt? Mikor fotóztátok? Tegnap, vagy tegnap előtt? Minden még mindig ott van. Hát nem azért, csak ha kedd, akkor... Ha kedd, a szerd, akkor... Mondjad, hogy mikor? Hogy kedden fotóztad? Igen. Hát akkor szerinted ki volt? Ki jön kedden, ki lesz? Ki az, aki elrohant? Tényleg. Jó, itt vendégek is vannak. Meg is vagyunk. Hát szerintem... Meg is vagyunk. Kedd, kilenc. Ugye a téma az volt, és azt kértük a hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy milyen olyan kollégák vannak, nem feltétlen a közvetlen környezetből, akik tulajdonképpen csinálnak valami olyat, akivel ti össze vagytok zárva, és mégis olyan sajtot hoz be, úgy eszik, elviselhetetlenül viselkedik. Ugye mindenkinek van azért nagyobb kollektíva, 50-100 ember között olyan ember, akivel egy kicsit nehezebb együtt. Ugye hát a munkahely azért az ilyen helyzet, hogy nem mindig az ember olyan emberrel van. Hogy milyen olyan kollégák vannak, akiket egy kicsit valamilyen okból kifolyólag nehezebb elviselni, mert csinálnak valamit, mert hoznak magukkal valamit, mert egymás mellett van az asztalotok, és tárol az asztala alatt valamit, amit ő mondjuk kedvel, vagy szeret, és neked egyszerűen az agyadra megy. Vagy olyan szokása van, vagy olyan zenét hallgat, vagy azt csinálja, amivel neked az idegeidre megy. Ugye csak munkahelyen azért nagyon sok olyan munkatárs van, akivel nem biztos, hogy mondjuk 8-10 órán keresztül jó együtt dolgozni. A szemét pálpusztaid. Nagyon sokan. Egyébként te tartasz olyan sajtokat a hűtőben, ami felfoghatatlan, hogy beraksz egy lebontatlan, vagy kibontatlan olyan túrórudit, ami ugye egy ilyen vákumcsomagolásban, vagy levegőse legyen bent, és a túrórudit berakod fél napra, és sajtíze van, ami nem mehet be. Uh-huh. Elvileg nem lehet sajtíze. Hát nem lehet, de hát... Te azzal büntetsz. Igen, hát meg egy picit védem a hűtőt is. Most mit csinálják? Fizesek elő a multi alarmra? Érted? Nekem ott van az a sajt. Berakom, kinyitják, beszagolnak, becsukják, elmennek, vagy elájulnak. Ez miért, nem rakod ki az ablakba? Tehát miért a hűtőbe rakod? Hát a hűtő az egy kollektív dolog. Ott csomó mindenki tárol egy csomó mindent. Tehát vagy ne tartsd, mert vagy rakj ki az ablakba. Mert ha kirakom az ablakba, akkor letereli a járókelőket a járdáról az útra. Az úttestre. És abban egy gázolás lehet. Tehát inkább mi viseljük el a te sajt, mert Jani mindig egy házi készítési sajtokkal rongál, vagy viszi, vagy szállítja, ez vagy igaz. Veszi, vagy tovább, vagy nem tudod, egy ilyen sajtdíler vagy. Nem, igen, de nem szoktam kicsomagolni. Hát az már nem az én hibám, hogy a csomagolásán is. Hát, de az valami extra durva csomagolásba kell tenni. Az. Figyeljetek, nem lehet, tehát ezeket a sajtokat nem lehet egyszer lefújtani. Tehát, hogy még körbe tekerem folpakkal, még belerakom egy plusz dobozba, és nem, egyszerűen nem működik. Nem működik, nem, mindenhol átmegy. És amikor beteszed, tudod, hogy kicsúrsz velünk? Tehát te elmormolsz egy halk imád, hogy bocs, Bali, bocs, Feri? Ott a pont. Tudja, csak nem érdekli. Tehát, hogy te úgy teszed be a sajtot a hűtődbe, hogy egyébként tudod, hogy minket ez megvisel. Ja. Gondolok rá, de a legkevés is sem ér. Jó, hát na, pontosan... Legalább őszinte. Na, pontosan ilyen munkatársakra számítunk, jó? Akik úgy tárolnak a közös hűtőben valamit, hogy egyszerűen nincsenek tekintettel a többiekre, vagy vegyék ki ők a cuccot, vagy tényleg nekünk kell megoldást találni akkor. Tehát Julit szoktam néha látni, hogy kinyitja a hűtőt, és besír a szaktól. Fölüvölt, és visszacsak, én mondom, hagyja, nyugodj, Jani
gyerekeidet. Tehát neki onnan indul a sajt, amikor már mászik, nem? Tehát te azt szereted. Igen. Amikor már megy. Ezért. Nekem volt egy munkatársam annak idején, még jó régen, és egy elég fura emberke volt, és neki mindig olyan ötletei voltak, amikor mindig meglepett minket. Például nagyon szeretett így jadhok jelleggel sportolni, és ott eszébe jutott, hogy akkor megnéző, hogy egy perc alatt hány fekvőtámaszt tud lenyomni, vagy mondjuk 5 perc alatt hány kilométer tud futni, csak az a baj, hogy mindig utcai ruhában tette ezt, és utána pedig bejött. Tehát utcai ruhában kiment a munkahelyről, elment futni? Igen, ő egy picit, hogy mondjam, szóval nem volt épp. És milyen finoman fogalmat. Ez régebbi munkahely? Igen, és ő ilyeneket csinálgatott. De ő 10-kor az asztalnál, azt mondta, hogy elég, letette a fejhallgatót, és elment futni. Igen. És visszaült. Uh-huh. És mennyit futott? Így van. És akkor futott, hogy legyen 20-30-40 percet, csak azért, hogy megnézze, hogy ő pontosan azon a távon, az alatt az idő alatt mire képes. Ne, de ledobta a fülest egy fél tizedet, azt mondom, most már nem kell futni. Simán megcsinálta. És az a baj, hogy tudod, amikor bejött, vagy amikor már nem volt, ugye, hát ez némiképp érződött is rajta. Mert hogy mindezt utcai ruhában, és nem pedig sportruházatban végezte. És visszaült, és ott maradt még ötig a munkahelyén. Így van. És mi lett vele? Elég órákon keresztül. Ő lett a hónap futója. Minket nem is az érdekelt, hogy mi lett vele, hanem mi lett velünk. És miért maradt ott addig? És ilyenkor a kollektíva egyébként szól, hogy figyelj, ne fussál, vagy fussál otthon, vagy fussál hétvégén. Tehát volt egy ilyen közös lázadás ellene, hogy jó lenne, ha nem futnál. Az volt, hogy mi tudtuk, hogy ő ilyen, és hogy ez nem a kezdet, és hogy ennek még lesznek azért folytatásai a jövőben, és egyszerűen nem tudtunk erre semmit csinálni. Ő, tehát mert nem volt ugye. Már akkor sem működött jól a pszichiátria. Viszont ma ultramaratonista, úgyhogy nem is szoktak haragudni, amikor bringával bejövök, és kiterítem a bringás cuccomat, hogy száradjon. Most mit csináljak vele? Hát délután föl fogod venni. Szerintem éges, de. Hát az úgy kellene, hogy mindig reggel betekes, leöntött benyával elégeted, és utána egy másik szedben mész haza. Egyébként egybejöveteltől is ennyire kikészülsz, mert a ruhád alapján abban több száz kilométernek kéne lenni. Benne is van, sőt több ezer is, de ha jó tempóban hajtod meg reggel, akkor ha jó tempóban hajtod, akkor hűlsz, nem? Hát reggel hűvös van. Aha, próbáld ki egyszer, mert hogy a hőt termel a szervezetet, hiába van kint hideg, attól beleizzadsz. És kiteríted mindig? Kiteregeted, persze, hogy hadd száradjon, megmusakodsz itt a... Igazából az találtad a lehajló nyírfágat. A eltűnik, viszont elegyedik a levegővel, tehát amikor te bejössz, akkor az ízadság cseppjeim rátok vetik magukat. És hogyha belegondolok, hogy gyakorlatilag a Ferinek az ízadsága a tapad bele az én tüdőrostjaimba, akkor az egyenlő a sajttal a hűtőben. Igen. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy ki milyen zenét hallgató, elviselhetetlen szokással rendelkező, fura dolgokat az asztal alatt gyűjtő, vagy éppen fura dolgokat csináló kollégával dolgoztok együtt, ültök vele szemben, álltok a gépsor mellett, dolgoztok a gyárban, vagy éppen az irodában úgy, hogy szinte megmagyarázhatatlan az, amit csinál, de minden esetre kilóg a többségből, és hát egyszerűen lehet hova tenni az ő szokásait, és azt is írjátok meg, hogy mióta csinálja, illetve milyen. Jó? Az, amit nektek át kell élni. Pillanat, csak eltüntetted aztán, ahogy lefotóztad? Nem. Laci úgy kezelte a dolgot. Igen, 10:30 múlt pontosan, 2 perccel, SMS számunk 06-745-0000. Jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Morning Show. A legklasszabb dolog a reggelben. Sebestyén Balázsa, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. Hamarosan folytatódik. Nálunk dolgozik egy figura, aki folyamatosan apró pici nyáldarabokat köpköd, de tudjátok, az a típus, aki nem egy nagyot, hanem beszéd közben megállás nélkül. 5 perc múlva nem tudsz úgy állni mellette, hogy ne lennél vizes. Egyébként ez megvan ez a kolléga. Azt nem direkt csinálja, tehát ő nem direkt zavar. És hogyha nem is jön ki, akkor megül itt a szája szélén, és már azt kell figyelned, tehát csak a száját nézed, hogy az mikor indul el az a csepp. Ott állsz vele szembe, nézed, most. Elugrás. Igen. Azt mondja, nekem volt egy munkatársam, aki kenyérre lette a hűtőből a hideg tejbe griszt. Jézus Mária. Gyerekek, mind csodálkozunk, nem? Kenyérre lette a hűtőből kivett hideg tejbe griszt. Szörnyű volt még nézni is. Azért tényleg az embernek néha kiket kell elviselni egy munkatársam, nem? Szóval azért ez nagyon kemény, tessék? Kente? Vajon a tejbe? Ő ilyen kásaként, ilyen darakásaként tette valószínűleg. De volt egy osztálytársam, ő a mustáros kenyeret favorizálta, de nagyon kakaóval. És nem én attól őrültem meg, ő mindig ezt hozott be magával, mustáros szendót és kakaót ivott hozzá. És így nézted, és így komolyan, tehát hogy senki sima nem akarod. Kenyér megkenve mustárral? Sima kenyér megkenve mustárral, összefordítva, két szelet mustáros kenyér, és hozzá kakaó, zacskos kakaó. Foggal feltépve. Van egy ízlése.
Hát igen, igen, nézem, hogy mi az, ami még beolvasható. Csavaros, tetős, befőttes üveg. Jani, ezt tanácsolják neked, hogy ide tedd a nyomorúságos, rohadt büdös, már önmaguktól menő, elvándorló, a kerületből kisétáló sajtjaidat. Tehát, hogy tedd be egy üvegbe, és csavard rá tetőt, hogy az működik. De így, így, hát engem nem zavar. Rossz sajt így sem túlére. De hát ez a ti problémátok, nem az ennyi. Igen, valaki azt írja, hogy a kollégám utálja a Balást. Nem hagyja hallgatni a Morning Show-t, állandóan eltekeri a rádiót. Zsolti küldte nekünk. Hát ilyen is van. Ilyen is van. Igen. Aztán, hát 4 évig voltam koleszkos, az SMS egyébként beolvashatatlan. És utána még jönnek SMS-ek, amik szintén beolvashatatlanok. Igen. Azt mondja, hogy telefonközpontos kolléga minden reggel annyira izgult, hogy izzadt. De a ruházatával egyébként nem tudott mit csinálni. 30 fokban és téli kabátban ül az irodában. Ez a megmagyarázhatatlan típus egyébként, hogy miért nem. Kinyitom az ablakot nyáron, elve felvesz még egy kabátot. Fázós. Ez egy banktelefon központjában történt. Írja nekünk egy hallgató. Ausztriában dolgozom egy pizzériában, nekem a főnököm török. És minden nap, amikor a pizzatésztát csináljuk, teli torokból énekel. A zene elég nehezen elviselhető. Ez még egyébként egy baráti. Ez még egy baráti dolog. Igen. Az én kollégám kieszi a hűtőből a savanyúságot. A saját szememmel látom, hogy az üveget nem dobja ki, hanem üresen visszateszi a hűtőbe. 10 darab üres üveg van a hűtőszekrényben. És gondolom nem az övé a savanyú. És valószínűleg nem az övé, igen. Na, hát a többi SMS az már egy picit durvább, hogy ki mit csinál, azok szinte már beolvashatatlan kategóriában tartoznak. Igen, valakinek a kollégája egy rühös macskát szoktatott oda, ahol éppen dolgoznak, és elüldözhetetlen a macska. És a macskatápot a hűtőben tárolja. Pár év múlva a macska megdöglik, és kezdődik előről a dolog. Ezt Gendi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Hogy miről is volt szó ma reggel. Tóth Gábor volt a vendégünk, aki egy nagyon érdekes cikket elemzett. Pár héttel ezelőtt találtunk egy cikket, miszerint ne itassunk a gyerekkel gyümölcslevet, mert inkább ártunk. Ugye itt most a 100%-os általunk kifacsar gyümölcslevekről van szó. Gábor elmondta, hogy azért jó nagy hülyeségeket tartalmaz a cikk. Mindenki adjon frissen facsart narancslevet a gyereknek, ha megteheti. Ugye? És meg hát a reggel is nagyon jó volt. Köszönjük, Gábor, még egyszer. Igen. És pár nappal ezelőtt bejárta az internetet egy harkály hátán repülő menyét, amiről azóta már nagyon sok cikk született. Mi is gondolkoztunk azon, hogy vajon hogy készülhetett a fotó. Photoshop vagy nem Photoshop, azóta már rengeteg internetes portálon lejött, hogy egyébként nem. Igen. Felhívtuk a mi drága természetfotósunkat, Máté Bencét. Bizony. És azóta egyébként kiderült, hogy egy fogadásról volt szó, amennyit azt mondta, ha folyjunk, hogy ma még repülni fogok egy harkályon, de hogy fogsz te szerencsét? És aztán. És megcsinálta, igen. Máté Bence elmondta, hogy egy ilyen kép az, hogy készülhet. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Balatonalmádi Veszprém úton mérnek a rendőrei. Nyomjad. Azért nem jelöltem ki magamnak, még jött néhány, de a legtöbbet már egyébként beolvastuk. Csabi, hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt, szevasztok. Hello. A kis kipihent vagy, sportoltál? Úgy tűnik. Igen, valahogy de jó. Olyan mosolyogban jöttél, jó kedved van. Mi a korodhoz képest? Kösz szépen, Janiban mindig bízom. Korodhoz és állapotot. Igen, miközben egyébként pont egy idősek. Az igazság, hogy pont panaszkodtam itt valamelyik nap, hogy én nem érzem most magam annyira fitnek. Tehát lehet, hogy már hatással van rám, ugye, mondd ki, a korom miatt, a különböző időjárási frontok, meg nem tudom, de valahogy azt érzem, hogy el kéne menni Szabira, csak hogy örüljetek, és de ma reggel is voltam edzeni, kicsit korábban keltem, ugye, mint szoktam, és valószínűleg ez nálam fordítva működik, tehát mindaz, ami az arcomon van, az nálam fordítva van, de kialszom magam, akkor ilyen táskás buci fejem lesz. Amikor kevesebbet alszom, akkor viszont sima. Tehát most ez van. Sokat alszol. Ez a... Nem, tehát most az van, hogy keveset aludtam. Na, de átlagban, amikor rosszul nézel ki. Ja. Van olyan? Aha. Ja, nincs. Nem, úgyhogy minden rendben van egyébként. Voltam edzeni is. Na jó, na, ezt láttam rajtad. Kösz. Készülj a Vivi Csitára. Hívjuk a nap hallgatóján. Tehát csak ennyit kell. Jani, 10? Hetet akar, de én a 10-re akarom rávenni. 3-at elcsalok. Beviszem a hátamon. Váltóba lefutjuk. Már hetet. Van váltó, fél maradani váltó. Fél maradani. 20. 21. Ja, tényleg. Akkor inkább nem indulsz. Hát akkor 7-re.
Nem, sajnos hát sajnos nem vette fel, szellemes volt, amit írt, pedig ugye arról beszélgettünk Bencével, a természetfotósa, hogyha egy ilyen nagyszerű képet csinál valaki, hogy a harkály hátán repül egy mennyit, ami azért tényleg olyan ritka, legalábbis nekünk, akik hát ezt azért ritkában láthatjuk, nyilván a természetben lehet, hogy sokszor előfordul, akkor szegénynek mennyit kell házalni, lehet ez nem volt benne a Best of-ban, hogy eladjon egy ilyen képet, és nagyjából mennyit ér, és elmondta, hogy megdöbbentő, de akár egy ilyen csúcsfotó is ilyen 5-10 ezer forintot ér. Tehát, hogy nem adnak érte többet, közben bejárja az egész világot. És Jani írta nekünk nagyon szellemesen, hogy a rendőrök jobb fotósok. Máté Bencénél az ő képük 30 ezeret. Ez nagyon, nagyon szellemes SMS volt egyébként, szeretjük, így van. Döbbenet, hogy egy ilyen kép, mindenki erről beszélt, tényleg a világ sajtóban is rengeteg helyen lehozták, és egyszerűen nem adnak érte többet. Komolytalan összegeket adnak érte, miközben adott esetben az életüket is kockáztatják. Hát ugye a riportban az is kiderült, hogy Bence most Erdélybe utazik azért, hogy lest építsen, mert medvéket szeretnének fotózni, és hát nem tudtuk lebeszélni arról, hogy kaptárnak költözze. Igen. Csavikám, remek zenék? Van egy csapat, amelyik szerintem teljesen újra gondolta a magyar dalszövegírást. Tehát mindenki szenved, hogy megtalálja azokat a szavakat, azokat a rímeket, azokat a gondolatokat, amivel eljuthat a közönséghez, és most szeretnék idézni. Sukárság, rajság, fajnság, ezek már milyen szavak. VIP vagyok, ne is kérd a listát. Nem tárcát hordok, talicskát, itt van a kártyám. Lazítsá. A kutya fáját. Kis grofó. Nem. Egyébként én is azt mondom, Ellen Junior vagy Gáspár Győző, de majd meglepődnék, hogy őket mondanám. Vagy a Fluor Tomi, meg a Diaz. Hát ezek, az apu vedd meg, ezt fogom nektek hozni a Well Hello-tól. Szerintem. Ez jó. Annyira vicces, hogy bármikor hallod, mosolyogsz. Most is fogsz. Meghallgatjuk, Csabikám. 555-55-00 ez a telefonszám, jó? Ha valaki szeretne, akkor Csabitól itt kérjen dalt, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.